Köszöntök mindenkit az Atom Chill legújabb előadásán. Valóban a témánk a fekete lyukak. Minden, amit szerettetek volna tudni a fekete lyukakról, de féltetek megkérdezni, ez a címe. Én Kisztóth Ágnes vagyok, és itt az ELTE Atomfizikai Tanszékének vagyok mestertanára, hogy ezt az előbb is hallhattátok, és az előadásomat sajnos egy vallomással kell kezdenem. Be kell vallanom, hogy mikor ezt az előadást előkészítettem, akkor rájöttem, hogy a tudásunk egyszerűen túl nagy a fekete lyukakról ahhoz, hogy beleférjen egyetlen atomcsill előadásba. Így kénytelen voltam kicsit megcenzúrázni, és ezért szeretném pontosítani az előadás címét. Szinte minden, amit szerettél volna tudni a fekete lyukakról, de féltél megkérdezni. Így is azért remélem, hogy nagyon sok érdekességgel fogtok találkozni, úgyhogy vágjunk is bele. Általában mindenki hallott arról, hogy a fekete lyukak azok Einstein relativitás elméletének a gyerekei. Viszont azt ritkábban tudják, hogy igazából nem volt szükség magára a relativitás elméletre ahhoz, hogy egy alap gondolat felmerüljön a fekete lyukakról. Igazából elég volt már nekünk a newtoni gravitáció. Megszületett a newtoni gravitáció, Newton megalkotta a törvényeit, és már ez alapján volt egy olyan fogalmunk, amit úgy hívnak, hogy szökési sebesség. Ugye, hogyha állunk egy égitest felszínén, egy bolygó felszínén, akkor van egy olyan fajta sebesség, amit el kell érnünk ahhoz, hogy mi elszökjünk ennek az égitestnek a gravitációja elől. Tehát végtelen távolra, hogy el tudjunk szökni, és hogy ki tudjunk kerülni a hatása alól. Most ez a Föld esetén 11,2 km/szekundum. Hát emberi mértékkel ez nagyon nagy, ezért kell hatalmas rakétákat építenünk, ugye, hogy elhagyjuk a gravitációs terét. A nap esetén már ugye még nagyobb lenne, több mint 600 km/szekundum. Most ha csak ebből az egyszerű szökési sebesség fogalomból indulunk ki, akkor igazából már 18. század végén John Mitchell megalkotott egy ilyen fogalmat, amit ő sötét csillagoknak nevezett el. Kiszámolta, hogy ha veszünk egy olyan csillagot, ami ugyanolyan sűrűségű, mint a nap, tehát semmi extrém sűrűség, viszont 500-szor akkora, akkor ennek a csillagnak a felszínén a szökési sebesség az nagyobb kellene, hogy legyen, mint a fénysebesség. Márpedig ez azt jelenteni, hogy igazából akkor egy ilyen csillagot kívülről nézve nem láthatunk, hiszen a fény nem tud elszökni róla, tényleg sötét lenne a szószoros értelmében. Természetesen ekkor még ugye nem tudtuk, hogy a fénysebesség a legnagyobb és a sebességhatár, amit elérhetünk az univerzumban, tehát ez nem jelentette azt, hogy más nem tudna elszökni mondjuk egy ilyen csillag gravitációja elől, de az biztos, hogy sötétnek láttuk volna. Természetesen ahhoz, hogy igazán megismerjük és megértsük a fekete lyukakat, tényleg valóban szükség volt Einstein általános relativitás elméletére. Einstein már 1905-ben előállt a speciális relativitás elméletével, ebben bevezetett olyan fogalmakat, mint a téridő, összekapcsolta és rájött, hogy a tér és az idő nem független dolgok egymástól. Ezen kívül itt már bevezette azt, hogy valójában a fénysebesség a leggyorsabb az univerzumban, tehát semmi nem mozoghat gyorsabban a fénynél. Amit igazából ehhez az általános relativitás elmélet hozzáadott, az az, hogy belerakta ebbe az egész téridőbe az anyagot is, az energiát. Valamit, aminek tömege van, és ebből kifolyólag ugye gravitációs hatása is. Einstein volt az, aki rájött, hogy maga a gravitáció az igazából azt jelenti, hogy ha veszünk egy bizonyos tömeget, akkor ez a tömeg maga körül meggörbíti a téridőt. És ennek a görbült téridőnek a hatására mozognak egy kicsit máshogy az adott test körül az egyéb tömeggel rendelkező dolgok. Természetesen alap esetben, tehát elméletileg mindenkinek van ilyen görbülete, tehát például nekem is van egy tömegem, tehát én is magam körül meggörbítem a téridőt, csak hát ez annyira pici, hogy mondjuk azt, hogy senkit nem annyira mozgat meg. Viszont ha már veszünk egy nagyobb tömegű testet, például, amilyen a nap. A nap által létrehozott téridő görbület az már elég jelentős, és például hatással van a környezetében lévő kisebb bolygókra. A Föld is ugye amiatt kering a nap körül, mert ebben a görbült téridőben számára ez a legoptimálisabb pálya, ő ebben mozog. Ez az elképzelés, ez szerintem mindenki számára ismerős lehet, hogy ezt a görbült téridőt, ezt így képzeljük el, hogy mondjuk mint egy lepedőt kifeszítünk, és akkor ráhelyezünk egy testet, az meggörbíti maga alatt ezt a lepedőt. Természetesen azt jó tudni, hogy ez egy kétdimenziós reprezentálása a téridő görbületének. Egy háromdimenziós tér görbülete, az már ugye csak négy dimenzióban lehetne pontosan ábrázolható. Viszont azért hoztam nektek egy kis illusztrációt, hogy érezzétek, hogy kb. Milyen lenne az, amikor a háromdimenziós tér meggörbül. Na akkor, Einstein végül is mi az, amit megalkotott ezt a nagyon szép egyenletet, amit itt láttok a táblán? Ez az úgynevezett Einstein téregyenlet. Ez az egyenlet, ami meghatározza, hogyha bizonyos tömegünk, energiánk van, akkor az hogyan görbíti meg a téridőt.
Hát ez egy rendnézésre nagyon egyszerű egyenlet, igaz? Tehát semmi extra ki ne tudná megoldani. Hát valójában az igazság, hogy emögött iszonyatosan bonyolult egyenletek állnak. Tehát nem is olyan könnyű megoldani ezt, hogyha nekünk mindenféle random tömegeloszlásunk van a térben. Úgyhogy első körben ez amúgy szép egyenletnek tűnt, de nem volt megoldása és problémát is jelentett. De nem kellett nagyon sokáig várni, még ugyanebben az évben Karl Schwarzschild, igazi nyelvtörő a neve, még ugyanebben az évben sikerült találnia egy megoldást erre az Einstein egyenletre. Méghozzá egy nagyon speciális esetre, arra az esetre, amikor veszünk egy gömbszimmetrikus tömeget, ez az egyenlet, a Schwarzschild egyenlet, ez megmondta, hogy ebben az esetben hogyan görbül a gömbszimmetrikus tömeg körül a téridő. Hát ez egy speciális megoldás, viszont milyen jó nekünk, hiszen az univerzum tele van olyan objektumokkal, amik közelítőleg megtekinthetőek egy ilyen gömbszimmetrikus testnek, tehát például bolygók, kisbolygók, csillagok, még a fekete lyukak is. Tehát ez pontosan olyan objektumok, amik közelíthetőek ezzel a megoldással. Úgyhogy már is előrébb jutottunk. Viszont ennek a megoldásnak volt egy nagyon érdekes tulajdonsága. Hogyha ezt a gömbszimmetrikus tömeget fogtuk és egészen kicsire összesűrítettük, ez mennyire kicsire, annyira, hogy az ő Schwarzschild sugárán belülre kerüljön, akkor a megoldás szerint annak az összes tömegnek, teljesen mindegy, hogy mennyi, be kell zuhannia a középpontba, egyetlen pontba, a szingularitásba. Azért lesz a szingularitás, matematikában a szingularitást akkor használjuk, amikor valami végtelen. Most amikor minden tömeg egyetlen pontba sűrűsödik össze, a végtelen kicsi pontba sűrűsödő tömeg, annak végtelen nagy a sűrűsége, tehát ezért mondjuk azt, hogy ez szingularitás. Szóval ennek a megoldásnak volt egy másik érdekessége, hogyha ez a tömeg összeomlik és egyetlen pontba, így a szingularitásba kerül, akkor volt egy határ, ez a Schwarzschild sugarú gömbfelület, ahol szintén nagyon furcsa dolgok történtek. Ugye ez az a gömbfelület, amit egyébként szerintem mindenki hallott, a manapság eseményhorizontnak nevezünk. Szóval első körben ez csak annyi volt, hogy szintén egy szingularitást jelentett a Schwarzschild egyenletben, ugyanis bizonyos paraméterek az egyenletben itt is végtelenné váltak. Hogyan lehetett ezt értelmezni, hogy valami egy egész gömbfelületen végtelen egységet, vagy végtelen mértékegységet vesz fel? Ez egy picit, hogy mondjam, fejtörést jelentett akkoriban. De szerencsére volt erre is egy magyarázat. Arthur Eddington rájött arra, hogy igazából Schwarzschildtól eltérően egy másik koordinátarendszert választunk, akkor az eseményhorizonton, tehát ez a Schwarzschild sugarú felületen, igazából nem is történik semmi extra, megszűnik a szingularitás. Tehát maga ez a matematikai szingularitás volt, ami a koordinátarendszer választásából fakadt. Mondjuk azt, hogy a koordinátarendszert, hogyha átírjuk és egy másik koordinátarendszert választunk, akkor már tényleg megszűnt a szingularitás, de ez nem azt jelentette, hogy ez az eseményhorizont, ez a Schwarzschild sugarú gömb, ez nem érdekes számunkra, ugyanis ez az a határ, amit igazából úgy hívunk, hogy az a határ, amin túlról ugye nincsen visszatérés. Tehát ez az a pont, ahol a szökési sebesség az megegyezik a fénysebességgel. Tehát, hogyha valaki ezen belül, vagy ezen átjut, túljut az eseményhorizont másik oldalára, akkor onnan nincsen visszaút, hiszen a fénysebességnél nagyobb sebességre lenne szükség, hogy elszökjünk. Tehát tényleg úgy lehet elképzelni ezeket a fekete lyukakat, mint valamilyen univerzális ilyen lefolyók, ahol a téridő egyszerűen lefolyik és eltűnik, és hogyha mi bekerülünk ugye az eseményhorizont túloldalára, akkor egyszerűen nem menekülhetünk, minket is magával ragad. Érdemes itt egy kicsit a történelmi vonalról kitérőt tennünk, ugyanis azt mondtam, hogy ugye ahhoz, hogy ez az egész jelenség bekövetkezhessen, nincs más dolgunk, mint az adott tömeget összesűríteni a Schwarzschild sugarán belülre. Most a Schwarzschild sugár az igazából minden tömeghez kiszámolható, tehát minden tömegnek létezik Schwarzschild sugara. Ez azt jelenti, hogy valójában elméletileg bármikor a tömegből tudunk fekete lyukat csinálni. Például nézzük meg, hogy mire gondolok itt, milyen nagyságrendekről kellene beszélni. Vegyük a napot, ennek van kb. 2x10^30 kg tömege, amit az előadás további részében már így fogunk kinevezni, hogy egy nap tömegegység. Hogyha a napból szeretnék fekete lyukat csinálni, neki is van Schwarzschild sugara, az ő hozzá tartozó Schwarzschild sugár az körülbelül 3 km. Ez azt jelenti, hogy ahhoz, hogy fekete lyukat csináljunk a napból, igazából nincs más dolgunk, mint összesűríteni, lekicsinyíteni, összetuszkolni olyan pici helyre, hogy elférjen Budapest belvárosában. Hogyha ezt megtesszük, akkor valójában kapunk egyből egy fekete lyukat.
Tegyük fel, hogy mondjuk a Földből szeretnénk fekete lyukat csinálni, ahhoz, hogy ezt elérjük igazából, semmi más nem kellene tennünk, mint a Földet összesűrítjük, kb. Olyan picire, hogy elférjen a körmünkön, és ha ez megtörténik, akkor itt is fekete lyukat kapunk. Egy embernek is van ugye tömege, tehát akár egy emberből is kreálhatnánk elméletileg fekete lyukat. Ehhez pusztán csak ez atom nagyon picike részére kéne összesűrítenünk minket. Ez az ábra, amit láttok, nem annyira méretarányos. Valójában a protonnak kb. 10 milliárdod részére kellene egy embert összesűríteni ahhoz, hogy fekete lyukat kapjunk. Ha belegondolunk, ez extrém nagy sűrűség. Tehát egyáltalán hogyan létezhetnének ilyen fekete lyukak, hogyha olyan sűrűségeket kellene elérnünk, amik elképzelhetetlenül nagyok. Azért járjuk végig ezt a sűrűség témát egy picit jobban. Azt mondtuk, hogy a Schwarzschild sugár az arányos a tömeggel. És akkor próbáljuk meg kiszámolni ezzel a nagyon egyszerű képlettel, hogy mennyire kellene összesűrítenünk egy adott tömeget, hogy fekete lyukat kapjunk. Tehát mekkora az a kritikus sűrűség, amit el kell érnünk, hogy megtörténjen ez a folyamat. Nagyon egyszerű a képlet, vesztük az adott tömeget, és elosztjuk azzal a térfogattal, amennyire össze szeretnénk őt sűríteni. Ez a Schwarzschild gömbnek a térfogata. Az ugye arányos a sugárnak a harmadik hatványával, a sugár pedig arányos a tömeggel, tehát mit kaptunk? Ez a kritikus sűrűség, amit el kell érnünk, ez arányos vagy fordítottan arányos a tömeg négyzetével. Vagyis minél nagyobb tömeget veszünk, annál kisebb kritikus sűrűség kell. Tehát valójában kisebb tömegekből nagyon-nagyon nehéz feketékat csinálni, mint láttatok, hogy egy embert összenyomni. Ilyen nagyon pöttöm részre nem nagyon tudunk ilyen mechanizmust, vagy nem mostanában fog ez előfordulni, hogy véletlenül valaki fekete lyukká konvertálja saját magát. Viszont, hogyha egyre nagyobb és nagyobb tömegeket veszünk, akkor maga az a sűrűség, ami ahhoz kell, hogy mi kreáljunk egy fekete lyukat, az egyre kisebb lesz. És kis spoiler, mindenki szerintem hallott már erről, hogy a világon vannak szupermasszív fekete lyukak, úgyhogy példaként elmondom, hogy ha vesztük az Androméda közepén található szupermasszív fekete lyukat 230 millió naptömegével, a hozzátartozók ez a kritikus sűrűség, tehát hogy mennyi a benne lévő tömeg osztva a Schwarzschild gömb, tehát az esemény horizonton belüli térfogata, ez a sűrűség ez igazából kisebb, mint a víznek a sűrűsége. Vagy hogyha azt a szupermasszív fekete lyukat vesztük, amiről tavaly ugye készült egy nagyon szép felvétel, tavaly néhány éve, neki az átlagos sűrűsége, tehát a tömeg per az esemény horizonton belül térfogat, az igazából a levegőnél is kisebb. Tehát valljuk be, hogy azért nem is kell olyan extrém sűrűségeket elérni ahhoz, hogy fekete lyukat csináljunk, csak igazából nagyon-nagyon sok anyagot kellene egy helyre pakolni, úgy sokkal könnyebb. Azért persze nincs, vagy nem teljesen... vagy nem teljesen feledkezhetünk el arról a gondolatról, ahogy el szoktuk képzelni fekete lyukakat, hogy extrém sűrűségűek. Ugyanis ez, amiről beszéltünk, ez a kritikus sűrűség, ez ugye igazából olyan, mint az átlagos sűrűségük, tehát az ösztömeg osztva az ösztérfogattal. Ez az átlagos sűrűség hiába nagyon pici, az elmélet azt mondja, hogy az az összes tömeg, ami ebben van, az egyetlen pontba kell, hogy összesűrűsödjön a kellős közepén, és ez még továbbra is végtelen sűrűségnek tekinthető, tehát bizonyos szempontból matematikailag mégiscsak nagyon-nagyon extrém sűrűségekről beszélünk itt. Az egyébként, hogy tényleg egyetlen pontba sűrűsödik-e, tehát valóban létezik ez a szingularitás, vagy ez csak egy matematikai jelenség, és még majd pontosítanunk a jövőbe, ezt egyelőre nem tudjuk. Sokan azt gondolják, hogy akkor fogjuk pontosan megérteni, hogy mi történik egy fekete lyuk közepén, amikor végre megszületik az általános relativitás elméletet, és a kvantummechanikát ötvöző kvantumgravitáció elmélet, amit nagyon sok fizikus szent grálként keres már régóta. Ha ez megszületik, akkor lehet, hogy meg fogjuk tudni érteni, hogy pontosan mi történik egy fekete lyuk kellős közepén. Viszont térjünk vissza a történeti szálhoz. Tehát azt mondtuk, hogy megszületett Schwarzschild megoldása az Einstein egyenletre, rájöttünk, hogy akár létezhetnek is ilyen fekete lyukak, de ennek ellenére annyira extrémnek és annyira szokatlannak tűntek, hogy nagyon sok fizikus például 100 évvel ezelőtt egyáltalán nem is feltételezte, hogy ilyenek a valóságban létrejöhetnek. Maga Einstein sem feltétlenül gondolta, hogy ilyen extrém objektumok létrejöhetnek a fizikai valóságban, lehet, hogy ezek csak matematikai konstrukciók. De hát a fizika nem állt meg, és azért haladt tovább a fejlődés. 1931-ben például Chandra Sekhar, egy fizikus, rájött arra, hogy ha egyszerűen egymásra pakolunk 1,4 naptömegi tömeget, akkor akkora nagy gravitációs hatása van ennek a tömegnek, hogy a saját súlyát nem bírja megtartani, és egyszerűen összeomlik ilyen gravitációs összeomlás folyamatban. Hogy mi történik, vagy mi lesz vele ezután, az persze még kérdés volt. 1934-ben viszont Walter Bade és Fritz Zwicky előálltak a neutron csillagok ötletével.
A neutron csillagok azok egy olyan érdekes, nagyon sűrű állapotú csillagok, amelyeket úgy kell elképzelni, hogy ha egy normál anyag gravitációsan összeomlik, akkor keletkezik. Most milyen a normál anyag? Tudjuk, hogy van kis protonok, neutronok. Az atommagban körülötte keringenek az elektronok. Na hát ebből a legnagyobb helyet egyébként az elektronok foglalják el. Tegyük fel, hogy mi ezt elkezdjük sűríteni és összetuszkolni egyre kisebb helyre. Akkor kb. Úgy kell elképzelni, mintha az elektronokat beletuszkolnánk az atommagokba, akkor egyesülnének a protonokkal, és keletkezne nagyon-nagyon sok neutron. Ez a neutron csillag, tehát kb. Olyan, mint egy hatalmas nagy atommag, rengeteg neutronból. Mivel az elektronok már nincsenek a képben, ezért sokkal kisebb helyen elfér, kb. 100 000-szer kisebb helyen, mint mondjuk egy normál anyag. Tehát ez már egy nagyon extrém sűrű állapot, de még mindig nem fekete lyuk. Viszont ezután nem sokkal, 1939-ben Oppenheimer előállt egy újabb számítással, és rájött, hogy ha 1,4-nél nagyobb tömeget veszünk, az tényleg összeomlik gravitációsan, és neutroncsillag keletkezik, de ha 3 naptömegnél többet egymásra pakolunk, akkor már a neutroncsillag állapot se tartja meg saját magát, még jobban összeomlik, és fekete lyuk keletkezik. Na hát ez tök jó, nem is olyan nagyon sok tömeg kell hozzá. 3 naptömeg az ilyen univerzális viszonylatban viszonylag kicsinek számít. Rengeteg csillagunk van, ami igazából 10, 20, 30, akár 100 naptömeg tömeggel rendelkezik. Nem tűnik ez kicsit ellentmondásnak? Vannak ilyen hatalmas csillagaink. Már pedig most mondtam, hogy 3 naptömeg az már nem tudja megtartani a saját gravitációját. Hát a helyzet az, hogy nem ellentmondás, ugyanis a csillagokban történik egy ilyen folyamat, amit úgy hívunk, hogy fúzió, tehát az energiatermelő folyamat, és a csillagokban egy ilyen nagyon jó egyensúly alakul ki, az energiatermelő fúziós folyamat és a gravitáció között, ami megpróbálja összeomlasztani ezt a rendszert. Egészen addig, amíg a csillag világít, amíg tart ez a folyamat, addig ők egyensúlyban vannak, és nem történik összeomlás. Viszont sajnos egyik csillagnak sincsen örökké tartó üzemanyaga, egyszer mindegyik kifogy a kraftból. Különböző méretű csillagok különböző életutat járnak be, de most koncentráljunk kicsit a nagy tömegű csillagokra. A nagy tömegű csillagok, mondjuk egy 8-10 naptömegnél nagyobb csillagok, azok hogyan fejezik be az életüket? Szerintem már sokan hallottátok, egy hatalmas szupernova robbanásban. Egy ilyen szupernova robbanásnak a képét láthatjátok, ez a rákköd. Ez egyébként egy olyan érdekes jelenség szerintem, hogy a hozzátartozó szupernovát azt még 1054-ben figyelték meg, akkor egy hirtelen felfényesedés volt látható az égbolton, szabad szemmel is lehet látni, és az akkori csillagászok feljegyezték, és 900 évvel később sikerült megtalálni, hogy ennek az akkori robbanásnak még a mai napig látható a maradványa. Ez a szupernova robbanás maradvány, nagyon szép. De hát akkor történhet ilyen a nagy tömegű csillagokkal, hogy szupernova robbanás. Hát ebben feltételezzük és látjuk is, hogy a tömeg nagy része az ledobódik, és beleolvad aztán a csillagközi térbe és a csillagközi gázok közé. Viszont nem az egész. Mindig marad egy kicsi mag középen, ami nem löködik ki a robbanásba. Most, ha ez a mag, ami ott marad középen, az 1,4-nél nagyobb tömegű, akkor neutron csillagot kapunk, hiszen ebben már nincsen fúzió, nem tudja megtartani a saját gravitációs súlyát. Hogyha pedig ez a mag még nagyobb, és 3 naptömegnél több maradott, akkor bizony nem állítható meg a folyamat, és fekete lyuk lesz. Legalábbis ez az elsődleges elmélet. 100 évvel ezelőtt még, vagyis hát már annál kicsit kevesebb ideje volt ez, ott még azért felmerült a kérdés, hogy tényleg valóban lejátszódhat-e ez a forgatókönyv. Milyen akadályai lehetnek ennek? Ha a fekete lyukat azt mondjuk, hogy és ez a gravitációs összeomlás egy csillag életének a végén következik be, egy csillag maradványából, akkor például mi várható? Hogy ez a maradvány ez valószínűleg forogni fog, hiszen a csillagok is forognak, a perdület megmaradás miatt ez a maradvány is valószínűleg örököl egy kis perdületet, ő is forogni fog, sőt, várhatóan még gyorsabban. Mi az, amit még várhatunk? Egy robbanás utáni maradvány, az valószínűleg nem lesz tökéletesen gömbszimmetrikus, teljesen fura sűrűségeloszlásokkal rendelkezhet. Kérdés az, hogy egy ilyen tökéletlen környezetben, ahol abszolút nincs gömbszimetria, ráadásul minden forog, egyéb dolgok is lehetnek, tényleg kialakulhat-e egy ilyen tökéletes összeomlás, gravitációs összeomlás egyetlen pontban? Úgyhogy még mindig nem volt mindenkiről meggyőződve, hogy ez egyáltalán tényleg egy lehetőség. Egy következő lépést a folyamatban, amíg eljutottunk tényleg a fekete lyukakhoz, az jelentette, amikor 1963-ban Roy Kerr előállt Einstein egyenletének egy újabb megoldásával.
Ez az újabb megoldás, ez hasonlított Schwarzschild megoldásához, de azzal a különbséggel, hogy már egy forgó fekete lyukat tudtunk vele leírni. Schwarzschild megoldás az tökéletesen gömbszimmetrikus, nem forgó, töltéssel nem rendelkező fekete lyukakról szólt. Egy forgó fekete lyukat leíró egyenlet a sokkal valóságosabbnak tűnt, hiszen hogyha ezt a folyamatot nézzük, hogy csillagok élete végén keletkezik egy fekete lyuk, akkor várható volt, hogy ennek a fekete lyuknak, a keletkező fekete lyuknak kellene, hogy legyen valami perdülete. Most azért felmerül a kérdés, hogyha egyetlen pontba összetömörül ez az anyag, akkor ez az egy pont, egy pontnak hogyan értelmezzük a forgását. Itt érdemes kihangsúlyozni, hogy az egyenlet arról szól, és ez az érdekes, hogy a fekete lyukak forgása az abban nyilvánul meg, és számunkra abban lesz látható, hogy maga a téridő fog forogni a fekete lyukak között, vagy körül, fekete lyukak körül. Tehát a téridő forgása az, amit ezen az ábrán kis illusztráció megfigyelhető. Még egy érdekességet kiemelnék így a forgó fekete lyukakról, mert minden szempontból nagyon érdekesek, hogy egy forgó fekete lyuk esetén valójában nem is szingularitásról, vagyis nem pont szingularitásról beszélhetünk a fekete lyuk közepén, ugyanis itt egy gyűrű szingularitás található. Ezért továbbra is fennáll, hogy a szingularitás, ugyanis az ábrával ellentétben ezek nulla vastagságú gyűrűk, tehát nulla vastagság, nulla térfogat, és abba kellene tömörülni bizonyos mennyiségű anyagnak, ez továbbra is azt jelenti, hogy végtelen sűrűség. Szingularitás csak már egy úgynevezett gyűrű szingularitás. Angolban ezt szokták ringularity-nek is hívni, ami nagyon hangzatos, magyarban ilyen szép megfelelőnk nincsen. Mi az, ami következő fontos előrelépés volt a fekete lyukak megismerésében? 1964-ben Penrose állt elő egy bizonyításával azzal, hogy mindaz, amit ugye addig feltételeztünk, hogy tökéletlen az univerzum, nem gömbszimmetrikus, forog minden, ugye korábban mindig megkérdőjeleztük, hogy vajon tényleg kialakulhatnak ezek a fekete lyukak, bekövetkezhet egy ilyen szép gravitációs összeomlás, és ő volt az, aki belátta és bebizonyította, hogy igen. Tehát hiába tökéletlen az univerzumunk, ez a tökéletes gravitációs összeomlás akkor is nem csak, hogy bekövetkezhet, de valójában azt látta be, hogy természetes következményei a természeti törvényeinknek, tehát várható, hogy tényleg léteznek a fekete lyukak. Ez persze továbbra sem segített mondjuk a fizikusoknak és csillagászoknak, hogy hogyan keressünk ilyen fekete lyukakat, de mondjuk egy újabb lépés volt a felé, hogy elfogadjuk, hogy léteznek. Ezzel egy újabb lendületet adott igazából a fekete lyukak kutatásának, és talán sokan nem tudjátok, de igazából csak ekkor kapták a fekete lyukak a nevüket, azt, hogy fekete lyuk. Ez annyira találó ez az elnevezés, hogy igazából fel sem merülhet, hogy bármi másnak hívjuk ezt az objektumot, pedig az eredeti neve az volt, hogy gravitációsan összeomlott objektum. Hát nem túl hangzatos név, ezt be kell vallani, úgyhogy nem csodálom, hogy kicsit más irányba indultunk el. Állítólag a legelőször Robert Dick használta ezt a kifejezést bizonyos előadásaiban, és nagyon érdekes módon egyébként nem is maga az alap objektum fizikai tulajdonságaira utalt, hanem egy kalkuttai börtönről nevezte el. A Black Hole of Calcutta és kalkuttai fekete lyuk egy olyan notórius börtön volt, ami arról volt híres, hogy ha oda bemennek az emberek, akkor általában nem jönnek ki élve. És ezzel a hasonlattal próbálta érzékeltetni ezt a fekete lyukaknak ugye a hatását, hogy ha egyszer bejutunk, akkor valószínűleg nem jutunk ki onnan. Na mi az, ami még egy nagyon fontos lépés volt? A neutroncsillagok felfedezése. Ez még mindig nem fekete lyuk, de a neutroncsillagok, ahogy láttuk, fontos szerepet kaptak ezen az úton, hogy eljussunk a fekete lyukakhoz. 1967-ben Jocelyn Bell éppen átnyározott egy hatalmas mennyiségű rádió jelet, és akkor talált egy periódikusan ismétlődő jelet. Ez a periódikusan ismétlődő jel hát először nagyon gondolkodóba ejtette őket, az egész kutatócsoportot, hiszen mi lehetne más, ami ilyen szépen periódikus, mint valami civilizáció. Tehát valószínűleg egy távoli civilizáció akarja velünk felvenni a kapcsolatot. Ezért a jel elsődleges elnevezése ez is volt, hogy Little Green Men, vagyis kis zöld emberek. Aztán persze, hogy tovább folytatták a kutatást, találtak az égbolt különböző irányaiban hasonló periódikus jeleket, és ott már nem tűnt valószínűnek, hogy mindenhonnan egyszerre akarják velünk felvenni a kapcsolatot, és persze nagyon hasonló módon. Úgyhogy végül rájöttek, hogy ezek nem mások, mint neutroncsillagoknak a jelei. És a neutroncsillagok, mint nagycsillagok maradványai,
azok szintén nagyon gyorsan tudnak forogni, nagy perdülettel rendelkeznek, és van még egy tulajdonságuk, nagyon nagy mágneses terük van. A nagyon nagy mágneses tér hatására a mágneses pólusoknál nagy energiás sugárzást tud kibocsátani két irányba, így ilyen neutroncsillag. Most ha a neutroncsillag forgási tengelye az nem párhuzamos a mágneses tengelyével, akkor ez a sugárzás ez így körbe-körbe jár, mint valamilyen univerzális világító torony. Ha mi pont jó irányba nézünk erre a pulzára, akkor periódikus jelet látunk. Na hát, fel is fedeztük a neutroncsillagokat, és ha már neutroncsillagok léteznek, sőt, be is tudtuk találni őket, akkor felmerült, hogy esetleg talán most már a fekete lyukakat is meg tudjuk figyelni. Viszont hogyan tudnánk fekete lyukakat megfigyelni? Azért gondolkodjunk el azon, hogy egyáltalán milyen tulajdonságai lehetnek egy fekete lyuknak. 1967-ben Werner Israel bizonyította be ezt a tételt először, de később nagyon sokan foglalkoztak a témával, többek között Hawking is. Jacob Bekenstein volt állítólag az, aki előállt ezzel az elnevezéssel, hogy No Hair Theorem. Vagyis azt jelenti magyarul, hogy a fekete lyukak kopaszok. Ez mire akar utalni ez a nagyon érdekes analógia? Arra utal, hogy a fekete lyukaknak kívülről nincsenek karakterisztikus ismertető jegyeik. Tehát olyan dolgok, amik alapján őket felismerhetünk, megkülönböztethetünk egymástól, mint ahogy mondjuk az embereknél a hajuk megkülönbözteti őket egymástól. Viszont azért tegyünk hozzá pontosan, hogy nincsenek nagyon karakterisztikus jellemzőik, kivéve három dolgot, tehát ezt azt mondhatjuk, hogy a feketék a kopaszok, de van három darab hajszájuk, és pont ezért egyébként egy nagyon jó analógia Homer Simpson, mert Homer Simpsonnak is három darab hajszála van, tehát a feketék a pont ilyenek. És mi ez a három darab hajszál, ez a három darab ismertető jel? Az egyik ugye a tömeg, a másik az elektromos töltés, a harmadik pedig az impulzus momentum, tehát a perdület. A tétel tehát azt mondta ki, hogy ez a három ismertető jele lehet a fekete lyukaknak. Azért érdemes egy pillanatra végig gondolni, hogy ez mit jelent. Ez azt jelenti, hogy semmi mást, ha kívülről rájuk nézünk, nem tudhatunk meg róluk, és például fogalmunk se lehet arról, hogy milyen anyagokat nyelte, milyen anyagok alkotják, van-e bármi sűrűség eloszlás benne, nincsen domborzat a felszínén, tehát az esemény horizont, ami kívülről a fekete lyuk megjelenését mutatja számunkra, annak nincsen semmilyen domborzati megjelenése, sőt, ráadásul nem is lehet lapult, például ovális alakú, vagy ilyenek, hanem mindenképpen gömbszimmetrikusnak kell lennie. És csak ezt a három tulajdonságot tudjuk megállapítani róla. Most ez a három tulajdonság alapján az elektromos töltés az olyan, amit annyira nem várunk, hogy a valóságban nagyon meg tudunk figyelni, hiszen ha valamilyen oknál fogva egy fekete lyuk valamekkora töltésre tesztelt, akkor várjuk, az várható, hogy utána gyorsan ellentétes töltésű részecskéket bevonz, aztán kiegyenlítik egymást. Az impulzus momentumnak van jelentősége, de leginkább akkor, hogyha nagyon közel vagyunk a fekete lyukhoz, tehát ha messziről rájuk nézünk, ezek nagyon nem segítenek abban, hogy megtaláljuk őket, vagy megfigyeljük őket, tehát marad a tömeg. A tömegnek viszont van egy jó hatása, ugye gravitációs hatása van. A tömege miatt extrém módon meggörbíti maga körül a téridőt. És ez az egyetlen dolog, vagy jelenség, ami alapján mi megkereshetjük őket. Tehát a fekete lyukak definíció szerint láthatatlanok, hiszen nem érkezik tőlük hozzánk fény, viszont a hatásukat, a környezetükre gyakorolt hatásukat azt kereshetjük. És ezt a hatást, ezt mondom, a tömeg határozza meg, és erre az egy hajszálra a fekete lyukaknak egyébként azóta eltelt mondjuk 50 év alatt egyébként 5 különböző módszert is sikerült felfűzni, 5 különböző módszerrel is sikerült megfigyelnünk már közvetetten fekete lyukakat. Na akkor nézzük meg ezeket a módszereket. Az egyik ilyen a fekete lyukak táplálkozása. Ugye a fekete lyukak, mindenki hallott róla, elnyelnek mindent. Szeretjük úgy elképzelni őket, mint valami ilyen kozmikus porszívók, pedig azért nem azok. Tehát nem az van, hogy egyszer csak úgy mindent beszippantanak, ami maguk körül van, de az tény, hogy el tudnak nyelni anyagokat. De általában ez úgy működik, hogyha mondjuk arra jár egy adag táplálék, bármi csillagközi gáz, por, amit ők el tudnak nyelni, akkor az anyag ez először egy akréciós korongot alakít ki a fekete lyuk körül. Ebben az akréciós korongban az anyag egyébként egészen sokáig tudna orbitális tetén körpályán maradni, amiatt spirálozódik be az anyag, mert az akréciós korongban nagy a súrlódás, és ahogy súrlódik az anyag benne, úgy egyre energiát veszít, egyre közelebb és közelebb kell a fekete lyukhoz, és aztán egy ponton tényleg bespirálozódik a belsejébe. Most a nagy súrlódás miatt, meg egyéb hatások miatt, ugye ez az anyag, tehát ahogy spirálozódik befelé, egyre jobban felforrósodik, és egyre jobban felgyorsul. Márpedig egy ilyen forró és nagyon gyors anyag nagyon intenzíven tud világítani.
És ez például azt jelenti, hogy hiába láthatatlanok és feketék a fekete lyukak, a környezetükben, hogy körülöttük ez az akréciós korong, ez nagyon erősen és intenzíven tud világítani. Azt azért egy pillanatra megjegyezném, hogy maga az akréciós korong, az nem amiatt alakul ki, mert a fekete lyukak esetleg forognak, és az ő forgásuk alakítja ki. Ez egyszerűen azért alakul ki, mert az anyagnak, ami áramlik be a fekete lyukban, neki is van egy perdülete, egy impulzus momentuma, és amiatt ők is kialakítanak egy ilyen, hát ők alakítják ki maguknak ezeket a körpályákat a fekete lyuk körül. Annyiban persze szerepet játszik a fekete lyuknak a forgása, hogy ha például megnézitek ezt az ábrát, a középen van egy olyan fekete lyuk, aminek nincsen perdülete, tehát nem forog, és lehet látni, hogy ott van egy rész a fekete lyuk körül, ahol nincsen akréciós korong. Ez azért van, mert az akréciós korongnak van egy belső határa, egy olyan rész, ahol a úgynevezett legbelső stabil körpálya található. Ez az az hely, ahol amennyire leginkább, legjobban meg tudjuk közelíteni a fekete lyukat úgy, hogy stabil körpályán maradhatunk körülötte. Egészen addig ugye az akréciós korong látható, viszont ha az anyag oda elér, akkor onnantól kezdve már nem tud körpályát kialakítani, és szépen bespirálózódik pillanatok alatt a fekete lyukba. Most ennek a legbelső stabil körpályának, amit egyébként az angolban iskónak szokták nevezni, az értéke az függ tényleg attól, hogy forog-e a fekete lyuk, illetve hogy melyik irányba. Hogyha az akréciós koronggal azonos irányba, mint ahogy a kép alján látjátok, forog a fekete lyuk is, akkor ez rásegít arra, hogy ez az iszkó, ez a legbelső stabil körpálya, ez közelebb húzódhat a fekete lyukhoz, és már majdnem egészen az esemény horizontig elér, tehát már majdnem egészen az esemény horizont körül lehet stabil körpályán forogni. Hogyha természetesen ellentétes irány a kettőnek a forgása, akkor egy kicsit kiebb húzódik ez az iszkó, a legbelső stabil körpálya akár 9 Schwarzschild sugár méretre is kivándorolhat. Na tehát van nekünk egy ötletünk, hogy ezeket az akréciós korongokat várhatóan meg tudjuk figyelni, hiszen a fekete lyukakkal ellentétben ezek nem láthatatlanok. De hol keressük őket vajon? Egy kis science fiction utalás. Mindenki látta a Star Wars-t. Szerintem, amikor a Tatooine bolygón figyelhettük először azt, hogy Luke vándorol Mela Bushan, és a háttérben két nap lebukik egymás után, akkor mindannyian azt gondolhattuk, hogy hú, ez milyen fantasztikus, ha jól néz ki, kettő darab nap. Hát azt kell tudni, hogy az univerzumban ez egyébként egyáltalán nem egy ritka dolog, hogy mondjuk egy bolygónak akár két napja is lehet, ugyanis elég gyakoriak az úgynevezett csillagkettősök. A csillagok azok általában nem magányosan születnek, kis csillagbölcsödékbe, és gyakran kettős, hármas, akár négyes rendszerek is kialakulhatnak. Most, amikor két csillag mondjuk egy csillag kettőst alkot, akkor általában az ő tömegük nem egy teljesen egyforma. Márpedig a különböző tömegű csillagoknak az életkora, vagyis hát az életútja sem egyforma. A nagyobb tömegű csillagok, azok általában, nem általában, mindig, hamarabb befejezik az életüket, hamarabb eljutnak mondjuk egy szupernóva robbanásig, és fekete lyuk lesz belőlük. Tehát nagyon könnyen elképzelhető egy olyan kettős rendszer, ahol az egyik csillag még békésen él egy csillag napjait, a másik viszont már régen átlépett egy új korszakba, és fekete lyuk lett. Na hát akkor keressünk ilyen kettős rendszert. Az első igazolt fekete lyuk, amit így a történelemben azt mondhatunk, hogy a fizikus társadalom elismert fekete lyukként, ez a Cygnus X1 nevezetű kis rádió röntgen forrás volt. A röntgen az azért tűnt egyébként egy jó ötletnek, hogy ez lehet egy fekete lyuk körüli akréciós korongnak a sugárzása, hiszen azt mondtuk, hogy ez az akréciós korong van, az anyag extrém módon fel tud hevülni, fel tud gyorsulni, bár pedig millió fokokról is beszélhetünk itt akár, és egy ilyen nagyon-nagyon nagy hőmérsékletű akréciós korongtól nagyon energetikus, tehát nagy energiájú fotonokat várunk, például röntgen sugárzást. És hát ahogyan elképzeljük, természetesen ez nem egy fotó, egy művészi ábrázolás, tehát ahogyan elképzeljük, hogy mi történik a Cygnus X1-nél, tehát azt képzeljük, hogy ez egy kettős rendszer egyik tagja, ez a röntgensugárzás, ez a fekete lyuk körüli akréciós korongból jön, és van egy társa, akik pedig egy ilyen szuper óriás csillag, körülbelül 20-40 nap tömegű. Maga a fekete lyuk pedig ilyen 15-20 nap tömegű, és ráadásul a fekete lyuk ugye a partnerétől, ettől a másik nagy csillagtól nyel el folyamatosan anyagot, emiatt alakul ki körülött ez az akréciós korong, és ennek a röntgensugárzását figyelhetjük meg. Ez a felfedezés, vagy ez a felismerés, hogy tehát megtaláltuk mondjuk egy fekete lyuk körüli akréciós korong sugárzását, egy másik rejtélynek a megoldásához is segítette a csillagászokat.
Volt egy olyan rejtélmű, mert az 50-es évektől foglalkoztatta a csillagászokat, asztrofizikusokat, fizikusokat, ez pedig az úgynevezett kvazároknak a rejtélye. Találtak olyan objektumokat az égbolton, amelyek ránézésre teljesen ugyanúgy tűntek, mint a csillagok lennének. A csillag az, hogy néz ki az égbolton? Egy egyszerű pontforrás. Ugye ezen kívül vannak például galaxisok, amelyek ilyen elmosódott fontként jelentek meg eleinte, aztán ahogy egyre jobb teleszkópokat építettünk, kitisztult a kép. De vannak ilyenek, amik pontforrásnak tűntek, viszont amikor megnézték, hogy milyen a spektruma, tehát hogy milyen eloszlásban jönnek a különböző fotonok, különböző hullámhosszú fotonok ebből a forrásból, akkor azt látták, hogy semmilyen másik csillagra nem hasonlít. Tehát valami, ami úgy néz ki, mint a csillag lenne, de valószínűleg valami más. Ezért is nevezték el így, hogy kvázi csillag, vagyis kvazár. Később kiderült, hogy mik ezek. Például, ha letakarták ezt a forrást, akkor kiderült, hogy a forrás körül van egy egész galaxis, csak annak a galaxisnak a fénye nem látszódott korábban, amikor még ezt a forrást ugye nem takarták le. Tehát kiderült, hogy ez a nagyon fényes pont, ez egy galaxis kellős közepén valami olyan fényes forrás, ami túlragyogja a saját galaxisának az egész fényét. Egyébként nem csak ennyire fényes galaxis magok vannak, ezeket így összegyűjtő néven úgy nevezték el, hogy aktív galaxis magok. Ahogy körbenéztek az univerzumban, számos olyan galaxist találtak, amelynek a közepén valami történés volt, de általában ez lehetett kisebb, nagyobb intenzitású, és extrém esetben ennyire erős intenzitású, hogy túlragyogta a galaxisát. És később sikerült megválaszolni, hogy mik lehetnek ezek a misztikus fényforrások. Kiderült, hogy ezek is akréciós korongok. Tehát fekete lyukak körüli akréciós korongoknak a sugárzása akkora intenzitással, ami egy egész galaxis teljes fényességét túlragyogta. Kiderült, hogy ahhoz, hogy ez valóban igaz legyen, olyan fekete lyukakra van szükség, amik milliós, sőt milliárdos naptömeggel rendelkeznek. Viszont, hogyha feltesszük, hogy ilyenek vannak, és ezeket úgy hívjuk, hogy szupermasszív fekete lyukak, akkor az ők körülöttük lévő akréciós korong sugárzása az tökéletes választ adhatott erre a kérdésre. Sőt, hogyha ez nem lenne elég lenyűgöző, hogy tényleg lehetnek olyan akréciós korongok az univerzumban, amelyek egy teljes galaxis fényességét túlragyogják, tehát akár 100 milliárd csillag együttes fényét, akkor nézzük meg még ezt az ábrát. Ugye az akréciós korong, amikor kialakul, akkor egyébként az akréciós korongokra merőlegesen néha és helyenként úgynevezett jetek is kialakulnak. Ezek a jeteknek a kialakulása az még egy mai napig egy kicsit kérdéses, de abban mindenki egyetért, hogy valahogy a mágnesességhez van köze, és nagy energiájú részecskéket lő ki két irányba az akréciós korongra merőlegesen. Ezek a jetek extrém esetben akár, mint ahogy az ábrán is láthatjátok, több százezer fényév, vagy akár egy millió fényév nagyságúra is nőhetnek. Az ábra közepén egy elliptikus galaxis látható, és a jetek, ezek az elliptikus galaxis középpontjában lévő szupermasszív fekete lyuk akréciós korongjából a merőleges jeteknek a nyomai. Hihetetlen energetikus képződmények és hatalmas hatásuk van ugye az univerzumra. De azért persze felmerülhet a kérdés, hogy mintha itt lett volna egy kicsit valami logikai ugrás. Eddig arról beszéltem, hogy a fekete lyukak, azok csillagok életének a végén, szupernova robbanás után megmaradó csillagmagok, mondjuk 10, 20, 30 naptömegűek. Ez pedig millió és milliárd naptömegűek, mintha lenne egy ugrás ebbe itt a kettő között. Hát bevallom, ez egy olyan téma, ami a mai napig egyébként foglalkoztatja a csillagászokat és az asztrofizikusokat, hogy hogyan nőhettek ekkor erre ezek a fekete lyukak. És a pontos választ még egyébként mindig nem találtuk meg, viszont azt már biztosan tudjuk, hogy ha körülnézünk, akkor szinte minden galaxis közepén található egy ilyen szupermasszív fekete lyuk. Vagy milliós, vagy milliárdos méretekben. Tehát bár még a válaszunk tényleg nincsen meg exaktúra, azért egy picit beszélnék róla, hogy milyen ötletek merülhetnek fel. Természetesen az egyik alapötlet az, hogy oké, először születnek a kicsi 10-20-30 naptömegű fekete lyukak, aztán ezek valahogy szép nagyra nőnek. Mint láttok, a fekete lyukak szeretnek táplálkozni, elnyelni anyagot, ez biztos, hogy növeli a tömegüket. Mi lehet még egy forrás a növekedésnek? Hallottunk ilyenről is, hogy fekete lyukak ugye összeolvadnak, és akkor ugye egy nagyobb fekete lyuk lesz belőlük. De azért valljuk be, hogyha 10-20-30 naptömegről indulunk,
és milliós, milliárdos nagyságrendre szeretnénk, hogy felnőjenek ezek, akkor az univerzum eddig élettartamában 13,7 milliárd év alatt nagyon nagyra kellett, hogy nőjenek. Sőt, ilyen szupermasszív feketékokat egyébként 10-13 milliárd év távolságból is látunk. Tehát már akkor kellett, hogy legyenek ilyen nagyok. Tehát felmerül a kérdés, hogy valóban volt elég idő, hogy a nagyon piciből ilyen nagyra felnőjenek. A másik, ami megkérdőjelezi ezt a teljesen a nagyon picitől való felépülő forgatókönyvet, hogy ha valóban igaz, hogy a nagyon picitől indulva, folyamatos táplálkozással, összeolvadásokon keresztül nőnek meg ezek a nagyok, akkor valahogy kellene látnunk köztes állapotokat. Márpedig mi sok száz mondjuk naptömeg alatti feketélyukat látunk, meg nagyon sok millió milliárdos naptömeg feketélyukat, de a kettő között csak elvétve egy-kettőt. Márpedig egy folytonos növekedésnek minden fázisát meg kellene tudnunk figyelni az univerzumban. Úgyhogy ami egyébként jelenleg egy egészen ígéretes kutatásnak bizonyul, az az, hogy abból indulunk ki, hogy eleve már valami nagyobb magja volt ezeknek a szupermasszív fekete lyukaknak. Egy lehetséges elképzelés, hogy a korai univerzumban, amikor még csak hidrogén és héliumból állt az univerzum, és ráadásul nagyobb volt a sűrűség is, akkor lehet, hogy a mostaninál nagyobb csillagok is születhettek, például ilyen úgynevezett szupermasszív csillagok. Ez egy nemrég kijött szimuláció, ami azt próbálja megmutatni nekünk, hogy hogyan születhettek és hogyan alakulhattak ki a korai univerzumban úgynevezett szupermasszív csillagok. A szimulációk kellős közepén a fekete pontok azok nem fekete lyukakra utalnak, hanem a szupermasszív csillagokra, és a láttok fehér pontyokat, azok pedig a normál méretű átlagos csillagok, és lehet látni, hogy ezek a szupermasszív csillagok egyre jobban nőnek már azzal, hogy anyagot nyelnek el igazából a környezetükből, sőt elnyelnek kisebb csillagokat, sőt ők is össze tudnak olvadni. Most ha ez az elképzelés igaz, akkor ez azt jelenti, hogy a korai univerzumban akár 10 000 naptömegű csillagok is kialakulhattak, tehát sokkal nagyobb méretűek, mint a mai univerzumban, mert manapság inkább azt mondom, hogy nagyjából a 100-150 naptömeg az, ami igazán megfigyelhető. Ráadásul, hogyha egyébként ez igaz, hogy ekkora nagy tömegű csillagok kialakultak a korai univerzumban, a kezdetek kezdetén az első generációs csillagok között voltak ilyen extrém nagyok, akkor az is elképzelhető, hogy ezek egyébként nem szupernova robbanásban fejezték be az életüket, mert a bennük uralkodó nagy gravitációs erő hatására igazából még mielőtt befejezték volna teljesen a működésüket, lehet, hogy már akkor kialakult egy fekete lyuk a közepükön, és ez a fekete lyuk, ez végül belülről falta fel ezeket a csillagokat, és lett akár egy 10 000 vagy több 10 000 naptömegű fekete lyuk mag, ami már a korai univerzumban is kialakulhatott. Hogy valóban igaz ez a forgatókönyv, hát ezt még meg kell hagynunk a jövő zenének, reméljük, hogy nem sokára megtudjuk. Mivel itt nagyon hangoztatom, hogy vannak milliós és milliárdos naptömegű fekete lyukak, ilyen szupermasszív fekete lyukak, azért szeretném, ha éreznétek, hogy ez a két méret, ezt egymás mellé szoktuk rakosgatni, de azért nagyon különbözik. Tehát a millió és a milliárd között egy 1000-szeres szorzó van, tehát például lehet akár egy ilyen rendszer is, mint amit az Emre láttak, ami egy fekete lyuk kettős, abban a szempontból, hogy egy 18 milliárd naptömegű fekete lyuk van középen, ez adja igazából a rendszernek a tömegének a nagy részét, és körülötte kering egy kisebb 150 millió, mindössze csak 150 millió naptömegű fekete lyuk. Tehát akár ez is előfordulhat, hogy egy szupermasszív fekete lyuk egy másik szupermasszív fekete lyuk körül kering, úgyhogy helyenként ezeket a még nagyobb méretűeket már egyébként ultramasszívnak is szokták hívni, hogy egy kicsit érzékeltessük, hogy nagy és nagy között is van különbség. Na akkor tehát tegyük fel, hogy elfogadjuk ezt az egyszerű tényt, hogy galaxisok közepén van egy szupermasszív fekete lyuk. Felmerül a kérdés, hogy akkor a mi galaxisunk elős közepén is található egy ilyen szupermasszív fekete lyuk. Hát először is egyébként a mi galaxisunk közepét nehezebb volt megtalálni, mint mondjuk más galaxisok közepét, hiszen mi benne vagyunk ebbe a galaxisba, először fel kell térképezni ezt az egészet ahhoz, hogy megtaláljuk, hogy egyáltalán hol van a közepe. De sikeresen ezt abszolváltuk, és hát az első jel, ami onnan érkezett, az egy nagyon enyhe rádió jel volt. Látható, hogy ott valami van a galaxis közepén, ami sötét fekete, nagyon enyhe rádiósugárzást bocsát ki.
Ami biztos, hogy ha van is ott egy fekete lyuk, akkor az nem egy olyan, mint mondjuk a kvazár, hogy nem egy aktív galaxis mag, nem nagyon van ott semmi aktivitás, valószínűleg, ha van fekete lyuk, nem túl sok anyagot nyelel, tehát nem túl látványos ez az akréciós korong. Valószínű, hogy ha igazán aktív korszakában lenne, akkor akár szabad szemmel is tudnánk ezt látni. Viszont azért nézzük meg a galaxisnak a középpontját, hát hogyha valami más ráutaló jelet találunk egy fekete lyukra. Ebben a videóban azt lehet látni majd, hogy sok éven át, 1992-től egyébként napjainkig folyamatosan vizsgálják, hogy a galaxis középpontjában lévő csillagok hogyan mozognak. A csillagok mozgását követve látható, hogy vannak csillagok, amelyek nagyon szép ellipszis pályán mozognak, sőt, ha elég sokáig várunk, akkor igazából mindegyiknél kirajzolódik az ellipszis pálya, és az látható, hogy középen valami fekete térrész körül mozognak ezek a csillagok. Márpedig ugye gravitációs törvényekből tudjuk, hogy akkor ott valami tömegnek kell lennie. A csillagok tömegét egyébként könnyen megbecsülni, erre elég jó módszereink vannak. És a csillagok mozgásából meg tudjuk becsülni, hogy kb. Mekkora tömegnek kell ott középen lennie. Sőt, azt is meg tudjuk mondani így a csillagok mozgásából, hogy kb. Mekkora térrészen kell, vagy maximum mekkora térrészen helyezkedhet el ez a nagy tömegű anyag. És hát emiatt feltételezzük, hogy valóban ott tényleg kell, hogy legyen egy szupermasszív fekete lyuk, hiszen hatalmas nagy tömegről több mint 4 millió naptömegnek kell ott elhelyezkednie, és egy nagyon pici, kb. Naprendszernek megfelelő mennyiségű térfogatban. Tehát valójában így tudtuk bebizonyítani, hogy a saját galaxisunk közepén is van egy szupermasszív fekete lyuk, és így ezzel el is érkeztünk a második olyan módszerhez, amivel fekete lyukakat tudunk vizsgálni, ez pedig a fekete lyuknak, főleg egy szupermasszív fekete lyuknak a közeli csillagokra gyakorolt hatása. A mi galaxisunk közepén egyébként ez a csillag, amit az ábrán látható, ez az, amelyik a legjobban megközelítette a fekete lyukat. Ennek a legközelebbi távolsága az a Földnap távolságának a 120-szorosa, tehát viszonylag közel sikerült ez a szuper nagy tömegű fekete lyukhoz mennie, és pontosabb vizsgálatok után azt mondhatjuk, hogy 4,6 millió naptömegű a mi galaxisunk közepén a fekete lyuk, tehát szupermasszív fekete lyuk viszonylatban egészen pici. Minden esetre azért ez egy elég lenyűgöző teljesítmény volt, úgyhogy nem hiába a fizikai Nobel-díj másik felét, ugye aminek az egyik felét Roger Penrose kapta, az a két kutatócsoport kapta, Andrea Genz és Reinhard Genzel vezetésével, akik a galaxisunk közepén lévő fekete lyuk körüli csillagok mozgását figyelték az elmúlt évtizedek alatt. Azért felmerülhet a kérdés, hogy most azt látjuk, hogy a mi szupermasszív fekete lyukunk ez nem egy aktív galaxis mag, tehát nem történik aktív anyagelnyelés. De vajon történt-e ilyen már korábban, vagy lesz-e esetleg ilyen a jövőben? Azt, hogy történt-e ilyen a múltban, arra elég jó bizonyítékunk van, ugyanis meg lehet figyelni a galaxis fölött és alatt, mert hogyha vízszintesnek képzeljük el ezt a tejútrendszert, ilyen nagy buborékokat, amiket Fermi buborékoknak neveznek, ezeket gamma-sugárzásban figyelték meg, és ezek a hatalmas buborékok arra utalnak, hogy valószínű a múltban volt egy olyan korszak, amikor a fekete lyuk a galaxis közepén éppen aktív korszakát élte, tehát aktívan nyelt el anyagot a környezetéből, az akréciós korongra merőlegesen kialakultak a jetek, és ezeknek a jeteknek a nyoma az, ami most egy ilyen buborék formájában mai napig tágul. Az, hogy lesz ilyen a jövőben, amikor aktív, erre meg annyit tudok mondani, persze spekulatív, de 4,5 milliárd év múlva a mi galaxisunk a tejútrendszer össze fog ütközni az Andromédával, egy másik galaxissal a közelünkbe, és várható, hogy amikor ez a két galaxis összeütközik, az annyira meg fogja itt kicsit keverni, kavarni a dolgokat, hogy valószínűleg akkor majd lesz egy olyan korszak, amikor a fekete lyuk, a szupermasszív fekete lyuk talál elég anyagot, ahhoz, hogy elnyeljen, kialakul ez az akréciós korong, és megint lesz egy aktív galaxis mag korszakunk. Lehet ezt majd még meglátjuk, már csak 4,5 milliárd évet kell várni, úgyhogy már is itt van. Na akkor a harmadik módszer, amivel fekete lyukakat meg tudunk figyelni, ez az úgynevezett gravitációs lencsézés. Ez abszolút Einstein általános relativitás elméletének az eredménye. Ugye azt mondtuk, hogy egy gravitáló tömeg az meggörbíti maga körül a téridőt. Most ebben a görbült téridőben a fény is görbült útvonalon halad. Tegyük fel, hogy van nekünk két gravitáló tömegünk, itt most az ábrán láttok középen egy galaxist, meg mögötte egy másik galaxist. A hátsó galaxist normál esetben nem látnánk, hiszen eltakarja az előtte lévő galaxis. Viszont
A görbül téridőben a hátsó galaxisból érkező fénysugarak azok elhajolnak, és hozzánk is el tudnak jutni. Tehát a középső, vagyis a hozzánk közelebbi galaxis az úgy viselkedik, mint egy ilyen gyűjtőlencse, összegyűjti nekünk a fényt, amíg mögötte, vagy ami mögüle indul a hátsó galaxisból, és ezért számunkra láthatóvá válik a hátsó galaxis képe is, az első galaxis képek körül, mint hogy ott azt hátul láthatjátok. Azt gondoljátok, hogy ez csak egy szimuláció, és ilyen nincs a valóságban, de mutatok egy nagyon szép ábrát. Ez egy Einstein gyűrűnek nevezett ugye, jelenség. A közepén lévő galaxis az eltorzította a mögötte lévő galaxis képét, és szinte egy teljes kör, egy teljes gyűrű alakult ki körülötte. Tehát ez a jelenség létezik. Persze azért felmerülhet bárkiben, hogy mennyi a valószínűsége annak, hogy pont egymás mögött van két galaxis, és mi ezt pont látni fogjuk, vagy hogy egyetlen bármilyen két gravitáló objektum pont egymás mögött van. Hát azt kell mondanom, hogy bizonyos szempontból pici a valószínűsége, hogy ezeket pont elkapjuk, de az univerzum olyan hatalmas nagy, hogy teljesen mindegy, hogy egy jelenségnek mennyire pici a valószínűsége, biztos, hogy nagyon sokszor be fog következni, és mi valószínűleg nagyon sokszor meg is tudjuk ezt figyelni. Most ez a módszer akár fekete lyukak megfigyelésére is használható. Ebben az animációban ez a kék pötty, az jelenti a fekete lyukat, csak hogy lássátok, éppen kékkel van jelölve. Tegyük fel, hogy egy ilyen fekete lyuk elhalad egy csillag előtt. A csillag, ami mögötte van, annak a fényét azt ugye elhajlítja, ugye mint egy gyűjtőlencse felénk irányítja, és emiatt ennek a hátsó csillagnak a fénye egy pillanatra így fel tud villanni. És ezt a felvillanás, ez a felvillanás arra tud utalni, hogy pont ott átment egy fekete lyuk. Tehát ilyen felvillanásokat is tudunk keresni, és bármennyire is tényleg kicsinek tűnik a valószínűség, hogy találjunk, találunk is. És egy ilyen módszerrel például sikerült nem olyan régen egy 55 000 naptömegű fekete lyukat kiszúrni egy gamma kitörés fényében. Egyébként a gamma kitörés fényét azt annyiból érdemes megnézni, hogy milyen sorszámot kapott. Ez egy 95-ös kezdetű gamma kitörés, tehát ezt 95-ben figyelték meg, de hát mai napig dolgozzák fel ezeket az adatokat, és most sikerült találni például ebben az adatsorban egy fekete lyukra utaló jelet, egy ilyen gravitációs lencse hatásban. Na akkor, következzen szerintem mindenki egyik nagy kedvence, hogyan figyelhetünk meg fekete lyukakat? Gravitációs hullámokkal. Elárulom, hogy nem sokat fogok most gravitációs hullámokról beszélni, ugyanis az előadást követni fogja egy kísérleti bemutató, és a kísérleti bemutatóban gravitációs hullámokat fogunk nektek bemutatni, úgyhogy ha érdekeltiteket, akkor maradjatok és hallgassátok és nézzétek meg. Azért egy pár mondatot mondok én is róla. Ugye, miből indul ki ez az egész ötlet, hogy gravitációs hullám? Ugye azt mondtuk, hogy a tömegek a téridőbe helyezve, azok meggörbítik maguk körül a téridőt. Most ha két tömeg egymás körül kering, akkor a téridő görbületének periódikus változása miatt egy ilyen hullámjelenség alakulhat ki. Hát elméletileg ez bármilyen két tömeg körül kialakulhat, tehát mondjuk egy táncoló emberpár körül is, csak hát nagyon-nagyon pici ez a jelenség, úgyhogy nem nagyon fogjuk ezt tudni kimutatni. Amikor egy kicsit nagyobb ez a gravitációs hullám, az akkor van, amikor ilyen extrém téridőgörbületekről beszélhetünk. Tehát például, amikor két neutroncsillag vagy két fekete lyuk kering egymás körül, ott már ennek lehet látható, mérhető hatása. Azért ez se túl nagy hatás, valljuk be. Az ilyen gravitációs hullámokat itt a Földön ilyen gravitációs hullámdetektorokkal szokták vizsgálni. Ennek a LIGO-nak, amit itt a képen látok, kettő darab karja van, mindegyik 4 km hosszúságú. Most amikor áthalad ezen egy gravitációs hullám, akkor megpróbálom egy picit nektek ezt így érzékeltetni, hogy valami ilyen jellegű mozgás várható, amikor az emberen áthalad egy gravitációs hullám. Tehát amikor ezen a detektoron is áthalad, akkor egymásra melleges két karban azt várjuk, hogy ilyen kis nagyon minimális hosszkülönbségek alakulnak ki. Azt, hogy mennyire minimális, azt itt mutatom az ábrán, körülbelül a proton méretének ezredszeresét szeretnénk kimutatni a 4 kilométeres karok hosszváltozásában, extrém pici. Én bevallom hősiesen, amíg nem jött a hír 2015-ben, hogy az elsőt sikerült detektálnunk, addig nem is voltam teljesen meggyőződve arról, hogy mi erre képesek leszünk a közeljövőben. Annyira hihetetlen teljesítménynek tűnt. De a technika és a tudomány fejlődése az néha nagyon hihetetlen eredményeket tud hozni. De esetre nem csodálom, hogy 2017-ben fizikai Nobel-díjjal tüntették ki ugye a LIGO kollaborációt és a fő alakjait, Kiptont, Rainer Weisst és Barry Berist. Na hát akkor jön az ötödik módszer, ahogy fekete lyukakat meg tudunk figyelni, az én kedvencem,
Le lehet őket fotózni. Persze még mindig a fekete lyukak definíció szerint láthatatlanok, tehát nem magát a fekete lyukat fotózzuk le, de akkor vajon mit? Egyébként ennek a fotónak az elkészüléséről a tavalyi atomcsill évadban volt egy nagyszerű előadás, úgyhogy ezt mindenkinek ajánlom figyelmébe, de egy pár dolgot én is szeretnék elmondani erről a fényképről. Elsősorban azt, hogy mi az, amit látunk vajon ezen a képen. Ahhoz, hogy ezt megértsük, szerintem a legjobb út az, hogyha kicsit felelevenítjük a Csillagok között című filmet. Remélem sokan láttátok, ebben a Csillagok között című filmben volt egy csodálatos megjelenítése egy fekete lyuknak. Ez rengeteg tudományos alapot, tehát rengeteg tudományos eredmény van ebben a filmben, és ez nem hiába azért, mert Kip Thorne volt az egyik tudományos tanácsadója a filmnek. Most ez a megjelenítése a fekete lyuknak, ez érdemes megvizsgálnunk, hogy pontosan mit látunk ezen a képen. Először próbáljuk meg, kicsit talán trükkös lesz az elképzelés, de azért próbáljuk meg felépíteni. Próbáljuk meg először elképzelni, hogy egyáltalán mi van egy fekete lyuk környezetében. Van középen a fekete lyuk, az eseményhorizont, ami kívülről ugye a megjelenését meghatározza a fekete lyuknak. Van az akréciós korong. Ugye az akréciós korong nem nyúlik be egészen a fekete lyukig, hiszen van egy ilyen legbelső stabil körpálya, ameddig elérhet. Az ábrán egyébként most az egyszerűség kedvéért egy nem forgó fekete lyukról van szó. Ezért ugye a legbelső stabil körpálya ez 3 Schwarzschild sugárnál van. És van egy olyan rész például a 1,5 Schwarzschild sugárnál, tehát másfél Schwarzschild sugárnál, amit úgy hívunk, hogy a fotongömb. Na ez az a rész, ahol, hogyha odaállnánk, akkor látnánk a saját hátunkat, ugyanis ez az a rész, ahol a fény az körbe tud keringeni a fekete lyuk körül. Na hát ezekből, amit itt a sablonos ábrán láttok, a fekete lyukot magát ugye nem tudjuk látni, az akréciós korongot elvileg igen, hiszen tud világítani, illetve a fotongömböt is, hiszen a fotongömbbe csapdázódhatnak fotonok, azok keringenek körbe-körbe, de ez, mivel ez nem egy stabil állapot, előbb-utóbb ki fognak szökni onnan, és akár eljutnak hozzánk is. Viszont most játszunk el a gondolattal, hogy mi lenne, hogyha tényleg látnánk magát, a fekete lyukat, tehát az eseményhorizontot. Tegyük fel, hogy az eseményhorizont sugároz. Hipotetikusan, természetesen nem csinálják, de hipotetikusan tegyük fel, hogy hipotetikus fotonok érkeznek az eseményhorizonttól. Ez az ábra mutatja, hogy milyen útvonalakon tudnának ezek a fotonok hozzánk érkezni. Tehát magában az esemény horizontban tegyük fel, hogy minden irányba sugároz az esemény horizont, minden irányba röpködnek a fotonok. Ez az ábra azokat a fotonokat mutatja, amelyek eljutnak hozzánk a megfigyelőhöz. Ott látjátok, ezzel a szemmel jelöltem, hogy melyik oldalról nézzük mi az ábrát. Na akkor látjuk, hogy vannak olyan fotonutak, amelyek az esemény horizontból közvetlenül ugye hozzánk érkeznek, az esemény horizont felünk eső oldaláról. Ez természetes, ezt várhatjuk is, látjuk az eseményhorizont felénk eső oldalát. De vannak olyan fotonútvonalak, amelyek az eseményhorizont hátsó részéből érkeznek hozzánk. Tehát az eseményhorizont tőlünk elzárt hátsó feléből induló fotonok, azok az extrém térelhajlás miatt el tudnak hajolni annyira, hogy egészen a mi szemünkbe érkezzenek, tehát hogyha lennének ilyenek, ezeket is látnánk. És egészen 2,6 Schwarzschild sugárig a középponttól mérve csak ilyen fotonok érkeznek hozzánk, amelyek valahonnan az eseményhorizont felszínéről indulnának. A legelső olyan foton, ami nem az eseményhorizontból indul ki, és emiatt nem csak hipotetikus, mert ugye minden, ami az eseményhorizontból indul, az hipotetikus. Az első olyan, az 2,6 Schwarzschild sugárnál van. Ez egy távolról érkező foton, ami valahogy oda keveredik, körbe megy pont a fotongömbbe, és aztán kiszabadulva elérkezik hozzánk. Tehát amikor ránézünk egy ilyen fekete lyuk fotóra, az a középső fekete rész, a fekete lyuk árnyékának nevezett dolog, az valójában nem más, mint igazából ez a 2,6 Schwarzschild sugarú gömb, ahol azok a fotonok jönnének, amik az esemény horizontból indulnának ki. De mivel nem léteznek ilyenek, ezért van az, hogy egy fekete árnyéknak látjuk őket. A fekete árnyék körüli ugye első fényes karika az azok a fotonok, amelyek valahonnan, bárhonnan érkeztek, csapdázódtak a fotongömbbe, és aztán kiszabadulva a 2,6 Schwarzschild sugárnál hozzánk érkeznek.
Tehát maga az ábra a fekete lyuk árnyéka, és körülötte a fotongömb felnagyított, optikailag felnagyított képe. Hogy még egy kis textúrát adjak a dolognak, hogy segítsek megérteni, mit is látunk. Tegyük fel, hogy beszínezem kékre a fekete lyuk hátsó oldalát. Tehát valahogyan meg tudom különböztetni a fekete lyuk első, felémeső oldalát a hátsó oldalától. Hogyha itt tudnám, de ha meg tudnánk csinálni, és tényleg kékre tudnánk festeni a fekete lyuk hátsó oldalát, akkor valamilyen képet látnánk egyébként. A tőlünk nézve középen van maga az eseményhorizont első oldala, körülött egy karikában látjuk azokat a fotonokat, amelyek a hátsó oldalából érkeznek, aztán megint egy karikában, amik megint az első oldalában, és így tovább. Tehát valójában mi ezen az árnyékon, ezen a 2,6 farcsi sugarú árnyékon magát az eseményhorizontot minden oldalról látjuk. Előről, hátulról, sőt egyezából végtelen sokszor ilyen karikákra bontva. Tehát eszméletlen, remélem, hogy számotokra is lenyűgöző maga ez az egész konstrukciós elképzelés. Na hát, akkor visszatérve ide a csillagok között fekete lyukhoz, ez az, amit középen látunk, tehát ez a középső fekete karika, ez a fekete lyuk árnyéka, tehát az eseményhorizont minden oldalról nézve, körülötte az első fényes karika pedig a fotongömbnek a felnagyított képe. Akkor mi van még ezen a képen? Rengeteg más is látszódik, hogy ott mellette sugároz. Ezek igazából nem másnak a fényei, mint magának az akréciós korongnak a fényei. Ugye a fekete lyuk köré, itt az Interstellar és a csillagok között filmkészítői, oda raktak egy ilyen korongot, kb. Olyat, mint a Szaturnusz körüli gyűrű, tehát egy ilyen gyűrűt, és azt mondták, hogy ez a gyűrű, ez maga az akréciós korong, nagyon szépen fénylik ugye ott a filmen, viszont az extrém elhajlások miatt, mert ugye a fekete lyuk környezetében extrém módon el tud hajolni a fény, ezért valójában a Szaturnusz gyűrűjétől ellentétben mi látjuk magát az akréciós korongnak a hátsó oldalát is, ami ugye más normál esetben elbújna a fekete lyuk mögött. Tehát amit látunk ott ezen a képen az az, hogy az akréciós korong hátsó oldaláról érkező fotonok elhajlanak, és ezért mi úgy látjuk ezt a hátsó részt, mintha ugye a fekete lyuk fölött is alatt megjelenne. Tehát a fekete lyuk fölött az akréciós korong hátsó oldalának tetejét látjuk, fölülről nézünk rá, a fekete lyuk alatt pedig az akréciós korong mögött hátsó oldalának alsó részét látjuk, tehát alulról nézünk rá, mint hogyha ezt az akréciós korongot hátul így valaki kihajtotta volna két irányba. Egyébként a jobb alsó sorokban lévő animáció az pedig csak azt mutatja, hogy ha különböző oldalakból néznénk erre az akréciós korongra, akkor mit látnánk? Visszatérve ide a csillagok között ábrára, tehát ez a teljes kép. Ugye látjuk magát az akréciós korongot minden oldalról, az eseményhorizontot minden oldalról. Sőt, még annyi tudományosság is pluszban, extrában van ezen a képen, hogy a baloldali fele ennek a képnek egy kicsit fényesebb, mint a jobb oldali. Ez azért van, mert az akréciós korongban az anyag nagyon gyorsan, szinte relativisztikusan közelfénysebességgel szágult. Márpedig ilyenkor relativisztikus hatások is fellépnek, és az az anyag, ami felénk áramlik, az fényesebbnek tűnik, mint az az anyag, amelyik tőlünk másik irányba áramlik. Emiatt van ez a fényesség különbség. Azt azért hozzáteszem, hogy bár abszolút pontos a tudományos alapja ennek a képalkotásnak, amit itt a filmben látunk, és ebből tudományos publikációk is születtek, a filmben végül nem ez került be. Megmutatom, mi volt. Így nézett ki természetesen a filmben. Hollywoodnak az eredeti tudományos verzió nem volt elég csili-vili, egy picit rádobtak egy-két extrát, de nem baj, az alapja az teljesen jó. Na akkor, beszéljünk még pár szót tényleg magáról arról a fekete lyuk fotóról, ami 2019-ben sikerült lefotózni. Azt a fekete lyukat, amiről tényleg az első fotó elkészült, a Messier 87 galaxisban fotózták. Ennek a galaxisnak, mint látható ezen a képen, nagyon látványos jet, van egy nagyon látványos jetje. Ez a jet, ez tényleg egy ilyen nagyon éles vonalban megfigyelhető jelenség, ezt már 1915-ben kiszúrták, hogy ott van valami vonal, csak akkor mondjuk persze még nem tudták, hogy mondjuk egyáltalán akkor még azt se tudtuk, hogy vannak másik galaxisok, hogy ez például egy távoli galaxis, meg azt se tudtuk, hogy a közepén van egy fekete lyuk, de maga a jet már akkor is láthatóvá vált. És hogyha erre ráközelítünk, akkor rájöttünk, hogy tényleg a tövénél van ennek is egy fekete lyuk. Ennek a fekete lyuknak van egy akréciós korongja, az pedig intenzíven világít. És ennek a fekete lyuknak a közvetlen közeléről sikerült elkészíteni ezt az első fekete lyuk fotót, ami végül így nézett ki. És az Event Horizon Telescope készítette. Most
Miért tűnik ez mégis másnak, mint amilyen mondjuk a csillagok közötti kép volt? Ne felejtsük el, hogy ez a kép itt maga igazából az interstellár, tehát a csillagok közötti fekete lyukhoz hasonlítva a fotongömbnek a felnagyított képe. Tehát ez az a rész, az a része annak az ábrának, ami a fekete lyuk árnyékát közvetlenül körbeöleli. Tehát azoknak a fotonoknak a nyomát látjuk, amelyek valahonnan érkeztek a fekete lyuk köré, ott csapdázottak ebbe a fotongömbbe, keringtek jobbra-balra, majd aztán elérkeztek hozzánk. Tehát körülbelül valami ilyesminek kellene lennie. Amiatt nem egy ilyen nagyon egysíkú és nagyon egyszerű fotongömb felnagyított képét kell elképzelni, mert ez egy forgó fekete lyuk természetesen, az előbb pedig ugye az egyszerűség kedvéért egy álló fekete lyukat képzeltünk el. Tehát valami ilyen ábrának kellene lennie, hogy miért lesz ebből mégis olyan, mint a kép olyan, mint egy fánk, hát egyszerűen azért, mert ilyen a felbontásunk. Kicsit jobb felbontással, mert valami ilyen szép képet érhetnénk el. Most mielőtt azt mondanánk, hogy jó, de hát ez most miért nem lehet jobb felbontást csinálni, azért valljuk be, hogy ez a felbontás is már extrém teljesítmény volt a kutatók részéről, hiszen erről a fekete lyukról készült kép az olyan volt, tehát akkor a felbontást kellett elérni, mint hogyha egy fánkot akarnánk lefotózni a hold felszínén. Ahhoz, hogy egy ilyen felbontást elérjünk, ahhoz igazából semmi másra nem volt szükség, mint egy egész bolygó, tehát egy földméretű teleszkópra. Most egy földméretű teleszkópot építeni azért valljuk be nem túlságosan egyszerű, úgyhogy ezért jó, hogy a csillagászok előálltak egy ötlettel, és igazából több rádióteleszkópot a Föld különböző pontjain összekötöttek nagyon precíziós technológiával, és ezzel az együtt dolgozó rendszerrel egy földméretű virtuális teleszkópot szimuláltak igazából, és így sikerült ezt a képet megalkotni, és így sikerült ezt a pontosságot elérni, és ezt a felbontást. Reméljük, hogy a jövőben még ennél is izgalmasabb képek fognak jönni a fekete lyukokról. Tehát azt biztosan állíthatjuk, hogy 5 különböző módon meg tudtunk figyelni az elmúlt években fekete lyukokat, tehát biztosan állíthatjuk, hogy ezek nem fikciók többé, hanem tudományos valóság részei. Fekete lyukok léteznek. Most ha elfogadjuk ezt a dolgot, hogy fekete lyukok léteznek, akkor persze felmerül a kérdés, hogy legalábbis amit tőlem mindig szoktak kérdezni, amikor fekete lyukokról beszélek, hogy Nelgi, akkor most kell félnünk a fekete lyukaktól? Be fog minket szippantani egy fekete lyuk valamikor a jövőben? Elárulom, hogy azért egyelőre nem kell ettől félni. Egy pillanatra beszéljünk erről. Tehát például a galaxisunk közepén van egy szupermasszív fekete lyuk. Kell félnünk attól, hogy előbb-utóbb ez minket beszippant? 4,6 millió naptömegű. Az az igazság, hogy hiába extrém nagy a mérete, tehát 4,6 millió naptömeg a mi emberi viszonylatunkban, sőt a naprendszer viszonylatában is hatalmas, de az egész galaxis teljes tömegéhez képest elhanyagolható. Tehát nem az ő gravitációs hatása az, ami számunkra bármilyen szempontból is érződik a világnak ezen a pontján, tehát nem, egyelőre nem fog minket beszippantani ez a központi fekete lyuk. Az, hogy a nagyon-nagyon gigantikus távoli jövőben mi lesz, azt azért nem vállalok felelősséget. Ha valakit érdekelnek a részletek, akkor nézze meg Dégyének a szeptemberi előadását, a következő 137 quintillió év címet viselő előadást. Ott azért kiderül, hogy lehet, hogy a nagyon gigantikusan távoli jövőben mégiscsak ebbe a fekete lyukba fogunk kikötni, de ez nem mostanában fog bekövetkezni. Úgyhogy egyelőre ne féljünk tőle. Jól van, de hát ugye tudjuk, hogy vannak csillagtömegű fekete lyukak is. Csillagtömegű fekete lyukok lehet, hogy hozzánk közelebb is léteznek. Kell vajon félni tőlük, hogy esetleg beszippantanak minket? Képzeljük el azt, hogy a naprendszerben a központi napot, ezt egyszerűen átalakítjuk fekete lyukkal. Tegyük fel, hogy képesek vagyunk ilyenre. Mi történne abban az esetben, hogy ezt a napot kicserélnénk egy ugyanakkora tömegű fekete lyukra? Elárulom, hogy nem sok minden. Ugyanis a bolygók mozgása teljesen ugyanolyan lenne. Azt, hogy most középen egy nap van, vagy egy fekete lyuk, az egyáltalán nem befolyásolja azt, hogy például az általa kialakított gravitációs hatást a naprendszernek ezen a pontján. Tehát a bolygók mozgások ugyanolyanok lennének, ugyanúgy keringenénk a nap körül. Az persze egy másik kérdés, hogy természetesen halálra fagynánk, tehát valószínűleg így is meghalnánk, de ettől függetlenül nem szippantana be minket a fekete lyuk. Na akkor, mi az, amitől esetleg még az emberek szoktak félni? Általában, szintén egy ilyen félelemtárgya az, hogy mi történik akkor, hogyha a CERN-ben felbukkannak ezek a fekete lyukak. Ugye a CERN-ben szokták mondani, hogy
ha nagy energiás ütközéseket csinálunk, akkor előfordulhat olyan is, hogy egy fekete lyuk éppen kialakul. Kell ettől vajon félnünk? Elárulom, hogy mindaz, amit a CERN-ben csinálunk, tehát azok a nagy energiás ütközések, amik ott történnek, azok egyébként nem annyira természetellenesek, tehát nem csak mi kreálunk ilyeneket, igazából ilyen nagy energiás ütközések folyamatosan történnek a felső légrétegben például, hiszen a Földet folyamatosan bombázzák nagy energiájú kozmikus sugarak, és ezek beleütközve a felső légrétegben hasonló reakciókat csinálnak. Tehát valójában akár oda föntre is elhelyezhetnénk a CERN detektorait, és ott is vizsgálhatnánk, hogy mi történik, csak hát ez nem túl praktikus, mert ezek ugye ilyen épületméretű detektorok, tehát annyira nem könnyen tudjuk felrakni őket a magas légkörbe. Úgyhogy egyelőre a Föld alatt építjük ezeket a detektorokat, de nem kell semmilyentől félnünk, hogy valami olyan reakció vagy olyan dolog történik, ami máskor ne következhetne be a természetbe. Sokan azt mondják, hogy tök izgalmas lenne, hogyha tényleg fekete lyukak kialakulnának, hiszen rengeteget tanulhatnánk magáról az univerzum felépítéséről, vagy arról, hogy hány dimenzióban élünk valójában, de egyelőre sajnos még nem láttuk nyomát. Ha mégiscsak felbukkanna egy fekete lyuk, egyébként azért nem kellene félnünk tőle, mert pillanatok alatt el is tűnne. Ugye ez azért kérdést vet fel. Eddig azt mondtam, hogy fekete lyukak azt tudják csinálni, hogy elnyelnek dolgokat. Hogyan tudnak eltűnni? Hogyan tud egy fekete lyuk eltűnni? Az az igazság, hogy el tudnak. És a fekete lyukak párolognak. Még 1974-ben Hawking állt elő először ezzel az elmélettel, a Hawking sugárzás elméletével, hogy a fekete lyukak valójában sugároznak, párolognak és el is tudnak tűnni. Ha arra gondoltok, hogy ez kicsit ellentmond mindannak, amiről eddig beszéltem, akkor a részben jól gondoljátok. Tehát általános relativitás elméletből kiindulva, egyáltalán nem kellene, hogy ilyen folyamat bekövetkezhessen, vagy hogy a fekete lyukak bármilyen módon eltűnhessenek a világunkból. Viszont van egy dolog, aminek a fekete lyukak se tudtak ellenállni, ez pedig a kvantumtérelmélet. A Hawking pedig előállt egy olyan zseniális ötlettel és egy olyan levezetéssel, ami megmutatta, hogy valójában tényleg tudnak párologni. Ennek van egy komplex magyarázata, amiről gondoltam először, hogy beszélek, de már így is nagyon régóta dumálok, úgyhogy sajnos a mai napon időszűke miatt csak az egyszerűbb képet szeretném elmesélni nektek. Ezzel a magyarázattal még amúgy maga Hawking állt elő, hogy könnyen érthetővé tegye az emberek számára ezt a folyamatot. Ez az egyszerű kép ez úgy hangzik, vagyis hát amire épül, az maga a vákum. Ugye a vákumot úgy képzeljük el, hogy nincsen benne semmi, teljesen üres, abszolút nincsenek benne részecskék. Viszont, hogyha ilyen persze nem tudunk csinálni nagyon a Földön, földi körülmények között, meg máshol is. Tényleges vákumot létrehozni nem nagyon lehet, de tegyük fel az elmélet kedvéért, hogy lehet. Fogunk egy dobozt, az összes részecskét kipakoljuk belőle, és teljesen üres teret kreálunk. Aztán belenézünk a dobozba, és mire jövünk rá, hogy itt még mindig randalíroznak a részecskék. Mi történik? A vákumban folyamatosan részecske-antirészecske párok egyszer csak előjönnek, életre kelnek, majd persze aztán megérnek, körbenéznek, és utána annihilálják egymást, és eltűnnek. Ez persze azt gondolhatjuk, hogy ellentmond az energia megmaradás törvényeinek, de valójában nagyon-nagyon pici időszakokra ezek a részecskék tudnak elcsorni energiát a vákumtól. Pillanatra elcsorják ezt az energiát, létrejönnek, majd utána újra eltűnnek. Ez a folyamat folyamatosan zajlik körülöttünk, bennünk mindenhol. Most akkor miért ne történhetnének ezek a folyamokat? Egy fekete lyuk környezetében is. Gondoljunk arra, hogy egy fekete lyuk eseményhorizontja környezetében történnek ezek az események. Részecske-antirészecske párok előbukkannak, majd eltűnnek. Tegyük fel, hogy előbukkan egy részecske-antirészecske pár, de az egyik, az például elnyelődik a fekete lyukba, és mivel tudjuk, hogy a fekete lyukból nincs kiút, ezért mondjuk azt, hogy ő már biztos, hogy nem tud visszajönni, és nem tud újra találkozni a párjával. Ezért a másik részecske, az egyszerűen megjelenik, mint egy valódi részecske, és úgy tűnik egy távoli szemlélő számára, mintha a fekete lyuk párolgott volna el, vagy a fekete lyukból érkezett volna ez a részecske. Természetesen energiát nem tudunk a vákumtól tényleg hosszú időre kölcsönözni, csak nagyon rövid időre. Ennek a részecskének a megjelenése, ez a plusz energia az univerzumban, ez egy olyan tartozást, amit valakinek meg kell fizetnie, és ezt a tartozást a fekete lyuk fizeti meg. Tehát maga a fekete lyuk fogja a saját energiáját beváltani erre, ebben a csere tranzakcióban, és a fekete lyuknak a tömegenergiája fog csökkenni. De
Tehát távolról nézve ez az egész folyamat úgy néz ki, mintha tényleg a fekete lyukból érkeznének részecskék, a fekete lyuk párologna. Ez az, amit Hawking sugárzásnak nevezünk. És ami szintén nagyon érdekes, hogy ennek a sugárzásnak megmérte vagy kiszámolta Hawking a spektrumát, és tökéletesen megegyezett egy hőmérsékleti sugárzás spektrumával. Tehát olyan, mintha a fekete lyuknak hőmérséklete lenne. Tehát az, hogy mekkora ez a hőmérséklet, és hogy mekkora intenzitású Hawking sugárzást várunk a fekete lyukaktól, akkor azért érdemes egy picit megnézni, hogy milyen fekete lyukakat ismerünk. Elhoztam nektek a szélsőségeseket. A legnagyobb általunk ismert fekete lyuk, ez a TON 618. Ez 66 milliárd nap tömegével hihetetlenül sokkal nagyobb, mint maga a naprendszer. Ha az ábrán látjátok, ott középen be van jelölve a naprendszer, de alig látszik, nem hiába. Tehát egy hatalmas méretű fekete lyukról van szó. Ennek a fekete lyuknak az a hőmérséklet, ami a Hawking sugárzásnak megfelelő hőmérséklet, az 10 a mínusz 18-on Kelvin. Tehát nagyon jó közelítéssel 0 fokos. Egy ilyen fekete lyuknak tehát az élettartama, amennyi idő alatt ez a fekete lyuk tényleg képes elpárologni és eltűnni a világunkból, hihetetlenül nagy. Körülbelüli becsléssel mondjuk 10 a századikon év. Összehasonlításképpen 13,7 milliárd éves az univerzumunk, az 10 a tizediken nagyságrendű. Eszméletlenül nagy. De hogy még egy kicsit össze tudjuk hasonlítani, vagy nagyságrendileg el tudjuk képzelni, hogy mekkora ez a szám, ez nagyobb, mint az összes elemi részecske becsült száma a belátható univerzumban, ami csak 10 a 80-an egy becslés alapján. De azért, hogy legyen egy kis felső becslés is, a másik oldalra, az összes lehetséges sakját megszámát még ennél is nagyobbra becsülik, szóval vannak itt különbségek és különböző nagyságrendek. Azt még hozzáteszem, hogy egyébként ez a hatalmas fekete lyuk, ez mondjuk 10 milliárd fényév távolságra figyeltük meg, ilyen távol van tőlünk, ez azt jelenti, hogy 10 milliárd évvel ezelőtti állapotát látjuk. Ez azt jelenti, hogy 10 milliárd évvel ezelőtt volt ekkora, lehet, hogy ma már sokkal nagyobb, és ezért akár sokkal tovább is élni fog ebben az univerzumban. A másik szélsőséges fekete lyuk, amit érdemes megnézni, az az általunk ismert legkisebb fekete lyuk. Az egyik legkisebb fekete lyuk, ez az unikornis fekete lyuk, ez körülbelül 3 nap tömegű. És azért kapta ezt az érdekes nevet, hogy unikornis, mert nagyon azon a határon van, ahol még nem tudjuk pontosan, hogy mennyi is a legnagyobb neutroncsillag, és mekkora a legkisebb fekete lyuk. Ez a mai napig kérdéses, a neutroncsillagok és a fekete lyukok közötti pontos határ, ez valahol ott van, és emiatt a különleges tulajdonsága miatt kapta ezt a különleges nevet. Ő egyébként egy vörös óriás csillagnak a partnere, a csillag maga egy nap tömeg, ő pedig 3 nap tömeg, tehát ebben a rendszerben egyébként ő a domináns. Na hát, a legkisebb, az általunk ismert legkisebb fekete lyuknak is, ez a hőmérséklet, ami a Hawking sugárzásból eredeztethető, ez 10 a mínusz 8-on Kelvin, tehát még mindig hihetetlenül pici. Tehát még az 1 Kelvin fokot se értük ugye el. Tehát ez azt jelenti, hogy az univerzumban nem ismerünk jelenleg olyan fekete lyukat, aminek bármennyire is, tehát lenne olyan hőmérséklete, vagy olyan Hawking sugárzása, amit érdemben ki tudnánk mutatni. Talán majd a jövőben. De azért... Sőt, egyébként nem is tudjuk, hogy ugye ennél kisebb fekete lyukat egyáltalán tudunk-e kreálni az univerzumban, hiszen az egyelőre ismert, általunk ismert módszer, ahogy fekete lyukat lehet csinálni, az szupernova robbanások után ott maradó csillagmag, aminél tényleg ez a 3 nap tömeg a várható legkisebb tömeg. De akkor azért ez ne tartson minket vissza attól, hogy elméletben kicsit körbeleálljuk a témát, és tegyük fel, hogy mi lenne, ha lenne kisebb fekete lyukunk, vagy tudnánk kreálni kisebb fekete lyukat. Például, ugye azt mondtuk, hogy ha a Földből fekete lyukat szeretnénk csinálni, akkor csak annyira kellene összesűríteni, hogy elférjen a körmünkön. Hogyha ezt megtennénk, akkor már egy olyan fekete lyukat kapnánk, aminek már látványos lenne a Hawking sugárzása, ugyanis a hőmérséklet, ami a Hawking sugárzáshoz tartozna, az igazából megegyezne körülbelül a nap hőmérsékletével. Tehát egészen nagy. Hogyha egy picit még kisebb fekete lyukakra koncentrálunk, tegyük fel, hogy a Mount Everestből csinálunk egy fekete lyukat, ennek már 18-an Kelvin lenne a hőmérséklete, bár az életkora a 10-19-en év az még mindig hihetetlenül hosszú. Egészen le kell menni emberi méretekben, mondjuk az Eiffel-toronyból kreálunk egy fekete lyukat, már 23 óra alatt el tudna tűnni Hawking sugárzással.
eszméletlen 10 a 16-on Kelvin fokon égve. Aztán még lejjebb megyünk mondjuk egy 5 forintosból, már ugye 10 a mínusz 33-on szekundum, tehát igazából egy szempillantás alatt eltűnne ez a fekete lyuk. 10 a 26-on Kelvin sugárzással egy ilyen fekete lyuk az igazából olyan pillanatok alatt sugározna ki az összes energiáját, hogy ez mondjuk egy szempillantás alatt akár több atombomba robbanás energiáját képes lenne felszabadítani. Tehát ebben a szempontból ezek a pici fekete lyukok, ezek lennének számunkra egyébként a legveszélyesebbek, hiszen pillanatok alatt hatalmas nagy energia felszabadítására lennének képesek. Amúgy elárulom, hogy az ábra azért nem méretarányos, senki ne úgy kezelje, de arra igyekeztem figyelni, hogy az egymáshoz különböző dolgok, tehát nagyságrendileg látható legyen, hogy melyik a nagyobb és a melyik a kisebb. Tehát itt a mind a négy feketék, amit felraktam az ábrára, az kisebb, mint például a medveállatka. A medveállatkát pedig nagyon egyszerű oknál fogva raktam ide erre az ábrára. Ugyanis a medveállatka, hogyha mondjuk belőle szeretnék egy feketőkat csinálni, akkor az ő mérete, a hozzátartozó Schwarzschild sugár, az igazából 10-35-en méter nagyságrendű lenne, ami megfelelne mondjuk a Planck hosszúságnak. Ez annyiból érdekes, hogy jelenlegi tudásunk szerint a Planck hossz a lehető legkisebb hosszúság mértékegység, amire fel tudjuk bontani az univerzumot. Tehát nem igazán tudjuk, hogy mi történik a Planck hossz alatt, van-e egyáltalán valami a Planck hossz alatt. Ezért felmerül a kérdés, hogy egyáltalán lehet-e vajon hogy lehet-e a Planck hosszúságnál kisebb fekete lyukakat csinálni? Egyáltalán nem tudjuk még erre a választ, de az is elképzelhető, hogy nem tudunk ennél kisebb fekete lyukakat csinálni, ez az alsó korlát, és ez pedig érdekes, hogy azt jelenteni, hogy egy medveállatka tömegénél kisebb fekete lyukat akár nem, tehát nem lehetünk képesek csinálni, még akár elméletben se. Maga a 10-35-en nagyságrend eszméletlenül pici. Egy protonnak a méret az 10-15-en méter nagyságrendű, és ahhoz képest a medveállatkának a tömegén azt gondolom, hogy érdekes, hogy akár mondjuk egy emberi ésszel is felfogható méretről van szó, tehát nem is annyira nagyon pici ez a legalsó tömeghatár egy fekete lyuk kreálására. Na és ha már azt látjuk, hogy a fekete lyukak az életük végén, hogyha tényleg végigjárják ezt az egész utat, nagyon-nagyon hosszú utat, amikor mondjuk a nagy tömegtől indulva először ugye Hawking sugárzással nagyon kis hőmérsékleten sugároznak, aztán ahogy az életük végéhez közelednek, egyre nagyobb és nagyobb lesz ez a hőmérséklet, és egyre gyorsabban zajlik le ez a folyamat. Az életük végén várható, ahogy ezt az 5 forintosnál is említettem, hogy egy hirtelen robbanásba fejezik be az életüket. Ha már beszélünk ezekről a robbanásokról, akkor elmesélek egy személyes kis kitekintést a science fiction világába. Tavaly az egyik tesóm írt egy science fiction könyvet, és hát ki máshoz fordulhatott volna általában tudományos tanácsokért, ha nem hozzám. Egy ilyen kérdés merült fel az ő részéről, hogy ez a jövőben játszódó történet. Vajon képesek leszünk-e valaha fekete lyukakból ténylegesen bombát kreálni? A fekete lyukat, hogyha veszünk, akkor amint ez a példa is mutatta, emberi léptékekkel, ha veszünk fekete lyukat, akkor ezek nagyon gyorsan elpárolognak, és nagyon nagy energiát szabadítanak föl. Tehát ez egy teljesen jogos kérdés, vajon lehet-e csinálni fekete lyukakból bombát? Hát körbenézegettem a neten, és felhívom figyelmet, ez csak fikció, de azért elmesélem, hogy mire jutottam. Erre a forgatókönyvre jutottam, amit én úgy neveztem el, hogy egy foton fekete lyuk bomba. Vegyünk egy fotont, egy fotonnak milyen tulajdonságai vannak, van energiája, van hullámhossza. Most az energia és az anyag meg a tömeg az igazából egy érem két oldala, tehát tegyük fel, hogy valamilyen módszerrel a fotonnak a teljes energiáját át tudjuk alakítani tömeggé. Ez egy nagy ha, de tegyük fel a science fiction kedvéért. Hogyha ezt az energiát csak egy pillanatra átalakítjuk, és a fotonnak a hullámhossza az kisebb, mint az ehhez a tömeghez tartozó Schwarzschild sugár, akkor elvilegben fekete lyukat is kaphatunk. Kiszámoltam, hogy mekkora energiájú fotonra van szükség, hogy ezt meg tudjuk tenni, és hát azt kaptam, hogy igazából egy 3,5 gigazsúl energiájú foton az már megtenné ezt a szívességet nekünk, és ez kb. Egy olyan folyamat lenne, hogy egy pillanat alatt fekete lyukká változik, majd aztán egy pillanat alatt ugye elpárolog a Hawking sugárzással, és összesen egy ilyen 8 kg TNT-nek megfelelő robbanást eredményezne.
Ez nagyjából megfelel bizonyos rakétáknak, amiket manapság is ismerünk, tehát viszonylag egy balit szenárió egy science fiction könyvhöz. Mivel én békepárti vagyok, ezért nagyon remélem, hogy az egész csak science fiction, és tényleg kivitelezhetetlen és megoldhatatlan a dolog. Viszont maga a tény, hogy a fekete lyukak Hawking sugárzásra képesek, az egy ennél is érdekesebb problémakört eredményezett. Nem is a bombák itt a lényeg, hanem az, hogyha a fekete lyukak képesek tényleg elpárologni, és egyszer csak eltűnni az univerzumból, az létrehoz egy olyan paradoxont, amit úgy hívunk, hogy az információs paradoxon. A kvantummechanikában ez egy nagyon fontos alapállítás, hogy az információ az nem veszhet el az univerzumba. És milyen információról beszélek itt? Például, itt vagyok én, bennem van egy csomóféle atom, az, hogy milyen atomok vannak, milyen elrendezésben, és hogyan áll össze ez egy emberré, ami én vagyok, ez mind-mind információ. És ez az információ, hogyha mondjuk anyag bekerül a fekete lyuk belsejébe, akkor számunkra ezzel érhetetlenné válik. Tegyük fel, hogy a fekete lyuk elnyel egy csomóféle anyagot, engem, a Földet, egy piros autót, amit látjátok, bármit. Akkor mindaz az információ, amit mi képviselünk, amit elnyel a fekete lyuk, az valahol a fekete lyuk belsejébe kerül. Ez ideig még azt mondjuk, hogy semmi ellentmondás nincsen, hiszen senki nem mondta, hogy nekünk ez az információhoz mindig hozzá kell férnünk. Lehet, hogy az információt elnyeli a fekete lyuk, lehet meg is őrzi magának, csak számunkra elérhetetlen innentől kezdve, hiszen információ nem juthat ki a fekete lyukból. De ha vesszük a Hawking sugárzást is a képletbe, akkor azt látjuk, hogy a Hawking sugárzással ezek a fekete lyukak szépen apránként elpárolognak és eltűnnek. Márpedig a Hawking sugárzás, ez egy hőmérsékleti sugárzás, nem tudik úgy, mintha bármi információt is tartalmazna arról, hogy mi mindent nyelt el a fekete lyuk. De akkor hova tűnik az információ? Ha a fekete lyukak tényleg képesek eltűnni a Hawking sugárzással, akkor olyan, mintha kiradíroznák ezt az információt az univerzumból. És ez az, amit mi információs paradoxonnak hívunk. Ami viszont biztos, hogy minden fizikus egyetért, hogy paradoxonok nincsenek a világban. Egy paradoxonnal, hogyha találkozunk, az általában arra utal, hogy van valami hiányosság a tudásunkban, valamit még nem látunk, valamit még nem értünk. Úgyhogy ez például, ez az egyszerű információs paradoxon pedig nem tűnik olyan bonyolultnak. Elnyeli a fekete lyuk az információt, aztán elpárolog. Ez rengeteg tudományos eredményhez vezetett ezután, rengeteg fizikus és kutató foglalkozott a témával. Hawking is egyébként, ugye, akit nagyon sokszor szintén emlegetnek a fekete lyukaknál. Mind a mai napig ugye nincsen exakt megoldásunk rá, de azért három darab ötletet elmondok, amik így felmerültek, amik lehetséges magyarázatot adhatják ennek a paradoxonnak. Az egyik magyarázat az, hogy mindaz az információ, amit a fekete lyuk elnyel, az ott van eltárolva a belsejében. Tehát nem férünk hozzá, mint egy persejhez, de ott van eltárolva. Hogyan maradhat meg ez azután is, hogy mondjuk elpárolog a fekete lyuk? Tegyük fel, hogy a fekete lyuk nem tud teljes egészében elpárologni, ugyanis marad a helyén egy nagyon pici Planck méretű fekete lyuk. A Hawking sugárzás ez egy kvantumeffektus. Egyáltalán nem biztos, hogy ez a Planck méretskála alatt is bekövetkezhet, tehát nem biztos, hogy a Planck méretű fekete lyuk el tud párologni Hawking sugárzással, tehát ez egy lehetséges ötlet, hogy azt mondjuk, hogy minden egyes fekete lyuk elpárolog, viszont mindegyik után marad egy icikipicike Planck méretű fekete lyuk magocska, és ez fogja tartalmazni ezt az információt. Ez persze egy jó kérdés, hogy egy ilyen icike helyre hogyan lehet ennyi információt beletuszkolni. Ez valami olyasmit eredményezne, mint mondjuk a doktornak a telefonfülkéje, vagy a Hermione-nek a táskája, hogy belülről nagyobbnak kéne lennie, mint kívülről. Úgyhogy ezt majd még meglátjuk, hogy ez egyáltalán így van-e. De ez egy lehetséges forgatókönyv, és hát egy elképzelés. A másik elképzelés az, amiről szintén nagyon sokan szoktak általában hallani, a fekete lyukakról van szó, hogy a fekete lyukak közepén a szingularitás az lehet, hogy egy féreglyuk, egy átjáró valami másik univerzumba, vagy akár a mi univerzumunk egy másik pontjára. Hogyha a féreglyuk vagy a fekete lyuk belsejében van egy féreglyuk, akkor elképzelhet, hogy mindaz az információ, ami bekerül a fekete lyukba, az a féreglyukon keresztül kiáramlik, és valahol máshol köt ki. Tehát nem vészel az információ, csak áthelyeződik egy másik helyre. Meglátjuk, szintén olyan, ez megint egy kérdőjeles dolog. Viszont a harmadik, és szerintem számomra a legizgalmasabb ötlet, az az, hogy mindez az információ, amit a fekete lyuk elnyel, az valamilyen módon a felszínén, az eseményhorizont felületén
mégiscsak eltárolódik. Ez az, amit úgy hívunk, hogy egy ilyen hologramot alkot a fekete lyuk, tehát mindaz a háromdimenziós információ, ami a fekete lyuk belsejében elnyelődik, az egy kétdimenziós információként megjelenik az eseményhorizonton. Ez természetesen ellentmond annak, amit úgy hívunk, hogy a fekete lyukak kopaszok elmélet, hiszen azt mondtuk, hogy a fekete lyukaknak kívülről nézve semmilyen más tulajdonsága nem lehet, mint az a három hajszál, amiről már korábban beszéltünk. De ez az elmélet, hogyha ezt a hologram elméletet veszük alapul, ezt szokták úgy is hívni, hogy ez olyan, mintha egy kicsi babahaja azért mégiscsak lenne a fekete lyukaknak. Tehát lenne valami módszer, hogy az eseményhorizont felületén, a felszínen eltároljuk az információt, akkor ezt az információt akkor akár valahogyan a Hawking sugárzás magával is tudná vinni. Hogy ez tényleg így van, ez természetesen egy jó kérdés, és ez megint csak egy olyan, hogy majd idővel rá fog jönni, de azért azt az egyet megjegyezném, hogy Jacob Bekensteinnek előállt ezzel a fekete lyuk a kopaszok elnevezése. Ő kiszámolta, hogy mennyi információt tud egy fekete lyuk elnyelni. És kiderült, hogy mennyi, az a kvantum információ mennyiség, amit egy fekete lyuk elnyel, az arányos a felszínével. Nem a térfogatával, a felszínével. Tehát az eseményhorizont felszínével. Tehát kicsit olyan, mintha valaki tényleg ezt az információ mennyiséget a felszínen szeretné eltárolni. Hogy ez így van-e vagy nem, meglátjuk. Minden esetre az biztos, hogy az ilyen jellegű kérdésfelvetések számtalan új eredmény tudnak hozni a fizikában, amikor a fizikusok elkezdenek ilyen paradoxonokon rágódni és gondolkodni. Na akkor most már szerintem mindannyian kezdtek nagyon fáradni, úgyhogy már nem túl sokáig húzom az időt, de azért néhány érdekességre még felhívom a figyelmeteket. Az egyik az, hogy ha feltesszük, hogy fekete lyukak vannak, most már nagyon messziről meg is tudjuk őket vizsgálni, akkor mindig felmerül a kérdés, hogy oké, de mi lenne, hogyha közel mennénk hozzájuk? Mi történne például velünk, hogyha megközelítenénk egy fekete lyukat? Most akkor a válasz erre a kérdése egyébként attól függ, hogy honnan nézzük. Tegyük fel, hogy én megközelítem a fekete lyukat, mert én ilyen bátor vagyok, ti pedig nézzétek, hogy mi történik velem. Amit ti látni fogtok külső megfigyelőként az az, hogy közelítek a fekete lyukhoz, az eseményhorizonthoz, majd mintha így folyamatosan lelassulnék, egyre lassabban és lassabban mozognék, majd egy ponton ráfagyok az eseményhorizont felszínére, és ott maradok. Közben természetesen kicsit elvörösödik a kép, amit rólam láttok, mert a fotonok, amik tőlem érkeznek, egyre nagyobb megnyújtásban, tehát egyre jobban meg fognak nyúlni, és azért egyre jobban elvörösödnek. Ezért lesz az, hogy a kép, amit engem látok, először ráfagy, elvörösödik, és aztán szépen eltűnik. Tehát amit ti látok belőlem, az a kép, az például soha nem lépi át az eseményhorizont határát. Tehát ti soha nem fogtok engem látni, amint átlépem ezt a határt. Maga az eseményhorizont, az ténylegesen egy határa az eseményeknek, nem hiába szokták ezt így nevezni, bármennyire is furán hangzik. Tehát mindaz a dolog, ami az eseményhorizonton belül történik, az igazából kívülről nézve egy külső szemlélő számára a végtelen távoli jövőben fog megtörténni. Tehát a fekete lyuk valójában olyan dolgoknak és eseményeknek a halmaza, amelyek a mi idősíkunkon nem is történnek meg. Tehát az eseményhorizont tényleg egy ilyen határ, hogy nekünk csak odáig van rálátásunk a dolgokra. Viszont az én szemszögemből, hogyha azt mondjuk, hogy én megnézem, hogy mi történik, akkor az én szemszögemből közel tudnék lépni, vagy közel tudnék jutni a fekete lyukhoz, sőt, akár át is tudnám lépni az eseményhorizont határát. Viszont ez nem változtat azon a tényen, hogy valószínűleg meghalnék előbb vagy utóbb, ezt még mindjárt megbeszéljük, hogy pontosan mikor halok is meg. Viszont az érdekes, hogy hogyan halnék meg, amikor egy fekete lyuk közelébe megyek. A legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy spagettifikálódok. Ez a hivatalos szakszó, tehát a halálom oka spagettifikáció lenne. Ez mit jelent, hogy megnyúlok? Miért nyúlik meg az ember egy fekete lyuk közelébe? Képzeljétek el, hogy itt állok a Földön, és most ugye, ha ránézek, a lábam sokkal közelebb van a Föld középpontjához, mint a fejem. Ez azt jelenti, hogy a lábamra nagyobb gravitáció hat, mint például a fejemre. Viszont ez a különbség iszonyatosan pici, tehát senkit nem zavar. Mondjuk, ha a fekete lyuk közelében megyek, akkor
Ez a különbség a lábamra és a fejemre ható gravitációs erők között, ez extrém módon megnőhet. És amikor ez a különbség elég nagy lesz, akkor egyszerűen megnyújt, mint a spagettit. Egészen addig nyújtja állítólag az ember, állítólag, valaki megnézte, nem? Amíg teljesen atomi vastagságú láncá spagettifikálódunk, és aztán így fogunk előbb-utóbb magába a szingularitásba kikötni. Mutatok nektek egy videót erről a spagettifikációról. Természetesen ez nem egy embernek a spagettifikációja, hanem egy csillagnak a spagettifikációja. Tehát ezen az animált videón az látszódik, amint egy szupermasszív fekete lyukat megközelít egy csillag. Ahogy elég közel ér, egy megnyúlik, ugye a spagettifikáció hatására, aztán kialakul ugye ez a akréciós korong és az akréciós korongra merőlegesen jetek. Hát kb. Egy ilyen véget ér ez a csillag. Most miért megbeszéljük, hogy én mikor és milyen véget érek, egy kvíz kérdés. Mivel még minimális offline közönség is van, ezért meg is kérdezhetem az offline közönséget. Mit gondoltok, ha a csillag helyett ti tévedtek oda, mi történt volna veletek pont ott és pont akkor? A válasz, meghaltok, még mielőtt odaértek, a közel 600 G gyorsulás következtében. B. Meghaltok, mert atomnyi vastagságú nyakláncás spagettifikálódtok. C. Meghaltok, mert a Hawking-sugárzás csepp folyósítja a szerveiteket. Vagy a D. Éltek, mint Marci Laci hevesen. Mit gondoltok? Az offline közönséget megmerem kérdezni, az online közönség pedig hát remélhetőleg egyszer majd még kifejtheti a választ, de el fogom árulni. Van bármi ötlet, melyiket szeretnétek megjelölni? Van egy négyes ötlet. Van egy első is. Na hát akkor az egyesnek úgy látom, az egy népszerű válasz. Egyes? Na hát akkor elárulom, hogy a helyes válasz a négyes. Tehát élni fogunk, megbeszéljük egy pillanatra, hogy miért fogunk élni. Tehát azt mondjuk, hogy 600, tehát körülbelül 600 G gyorsulás lenne, vagy az, ami minket érne ezen a ponton. Maga a G gyorsulás egyébként érdekes módon nem öl meg, tehát az, hogy egy gravitációs térbe zuhanunk, az általános relativitás elmélet alappillére, hogy ha zuhanunk egy gravitációs térbe, akkor igazából ezt nem tudjuk megkülönböztetni attól, mint hogyha csak lebegnénk az űrben. Miért van az, amikor azt mondják, hogy mondjuk egy bizonyos G-gyorsulás megvan? Mert mondjuk beülünk egy repülőbe, és az elindul valami G-gyorsulással, akkor igazából nem mindegyik testrészünkre, vagy minden atomunkra, molekulánkra ugyanakkor a gyorsulás hat. Ugye beülünk az ülésbe, az ülés kezd el gyorsulni, az meglök minket, és így adódik tovább a gyorsulás, ugye belelapulunk az ülésbe, és ez az, ami halálos. Egy egyszerű gravitációs térbe zuhanva maga az, hogy ilyen gyors, ez annyiból nem számít, mert az összes bennünk lévő, a minden szervünkre, minden atomunkra pontosan ugyanakkor a nyomás, vagy olyan gravitációs gyorsulás hat, és ezért igazából nem lapulunk össze. A B válasz ugye, hogy atomnyi vastagságú nyakláncás spagettifikálódunk. Senki nem mondta ezt a választ, pedig reméltem, hogy valaki azért ezt is mondja. Miért van az, hogy ez a csillag, ez igazából ezen a ponton szétszakad a ráható erők miatt, viszont minket nem érne semmi baj. Azért van, mert a csillag sokkal nagyobb. Ez egyébként a szimulációban, ha jól emlékszem, körülbelül napméretű csillagról volt szó. Ez azt jelenti, hogy mondjuk 1.400.000 kilométer. Sokkal nagyobb, mint egy ember. És ezért 1.400.000 kilométer, vagy 1.400.000 kilométer, ugye a különbség az egyik és a másik oldala között, sőt, igazából, hogy ez a sugara, akkor 2.800.000 kilométer a különbség a két oldala között. A gravitációs hatás az egyik oldalán és a másik oldalán számára már nagyon nagy különbséggel rendelkezik, tehát tényleg széthúzza a fekete lyuk. Viszont nem lenne akkora nagy a különbség mondjuk egy emberi méretnél, néhány méter távolságban még ezek a különbségek nagyon picik lennének, tehát minket még nem spagettifikál le akkor és ott ez a hatás. A harmadik... Pedig ezt a kettest sokáig emelgették, mint lehetséges. Hát ettől függetlenül mindenképpen spagettifikálódunk, de nem ott, ahol ez a csillag. De erre mindjárt egy pillanat múlva visszatérek. A harmadik egyébként a Hawking-sugárzás, az természetesen azért van kizárva, vagy hát nem túl valószínű, és hát nem is csodálom, hogy senki nem mondta, hiszen azt mondtuk, hogy az összes általunk ismert fekete lyuk Hawking-sugárzással
számítható hőmérséklet az 1 Kelvin alatt van, tehát nem egy intenzív sugárzásról beszélünk, tehát ez biztosan nem fogja a végünket okozni. Tehát szerencsére itt még élnénk. Ugyanis azt, hogy mikor halunk meg, spagettifikáció által halunk meg, ez a legvalószínűbb forgatókönyv, de hogy ez mikor történik, az függ attól, hogy mekkora fekete lyukat közelítünk meg. Ha például veszünk egy sima csillagtömegű fekete lyukat, akkor várható, hogy már nagyon messze, tehát még a közelébe se járunk az esemény horizontnak, de már elértük azt a halálos zónát, ahol a lábunkra és a fejünkre ható gravitációs előkülönbsége az elég nagy ahhoz, hogy spagettifikáljon minket. Viszont hogyha egy szupermasszív feketékat közelítünk meg, akkor várhatóan ez a határ, ez a halálos zóna, ez igazából sokkal azután érjük el, miután már áthaladtunk az esemény horizonton. Tehát egyértelmű, hogyha mi már akarunk vizsgálni egy feketékat közelről, akkor szupermasszív fekete lyukat kell vizsgálnunk. Ott van esélyünk ahhoz, hogy átlépjük az esemény horizontot, és utána még egy jó ideig körülnézhetünk. Ettől függetlenül túl sok jövőképünk nem lehet, hogyha már átléptük az esemény horizont határát. Ugyanis ha átléptük az esemény horizont határát, akkor nem csak az a helyzet, hogy vissza nem tudunk jönni, tehát nem tudunk kijönni az esemény horizonton kívülre, de igazából az esemény horizonton belül sincsen túl sok választási lehetőségünk, ugyanis teljesen meghatározott útvonalon, egyetlen úton haladhatunk a fekete lyuk középpontja felé a szingularitásban. Tehát ugyanúgy, ahogy az esemény horizonton kívül megszoktuk, hogy például az időben csak egy irányba tudunk haladni, nem tudunk hátra menni az időben, nem tudunk igazából se jobbra, se balra menni, az esemény horizont belső felén nagyjából ugyanígy vagyunk a térbeli mozgásunkkal, teljesen meghatározott se hátra, se jobbra, se balra, előre a szingularitás felé, úgyhogy előbb-utóbb mindenképpen ott lyukadnánk ki, és előbb spagettifikálódnánk, aztán pedig a végtelen sűrűségű szingularitásba préselődnénk be. Tehát nagyon pozitív jövőkép, úgyhogy semmiképpen nem ezzel fejezem be az előadást. Egy utolsó történet, ami egy kicsit pozitívabb fénybe tünteti fel a fekete lyukakat, ezt mesélem még el nektek. Ugye azt mondtuk, hogy az univerzumban az várható, hogy a legtöbb fekete lyuk az forog. Tehát van valami perdülete. Most a forgó fekete lyukaknak rengeteg izgalmas tulajdonsága van, egyet emelnék ki. Bocsánat. Egy forgó fekete lyuk körül van egy olyan térrész, amit úgy hívunk, hogy ergoszféra. Ez az a térrész, ahol a téridőnek a forgása az olyan gyors, hogyha oda bekerülsz, akkor a téridő a fénysebességnél gyorsabban magával ragad. Bocsánat, közben elment a hangom, mert félre nyeltem valamit. Na, így már remélem, hogy lesz hangom is, hogy befejezzem az utolsó pár mondatot. Tehát ez az a rész, ez az ergoszféra, ahol egyszerűen nem tudunk megállni. Mert ahhoz, hogy megálljunk, a fénysebességnél gyorsabb sebességet kellene elérnünk, és a fénysebességnél gyorsabban magával ragad minket a tér. Na hát, ez egy ijesztőnek tűnik, de egyébként nem az, hiszen ez még mindig nem az esemény horizont, tehát ha az ergoszférába bekerülünk, hiába ragad magával minket, onnan még ki tudunk jutni. Sőt, onnan akár energiát is tudunk kinyerni, ez az úgynevezett Penrose folyamaton keresztül. Tegyük fel, hogy bemegyünk egy űrhajóval ebbe az ergoszférába, viszünk magunkkal egy kis ajándékot. Ezt az ajándékcsomagot, valamekkora tömeget, ezt szépen bedobjuk az fekete lyuk belsejébe, tehát az esemény horizonton belülre, megajándékozzuk fel a fekete lyukat. Cserébe a fekete lyuk megajándékoz egy kicsit minket a forgási energiájával, és az ergoszférát már az eredeti energiánknál, sebességünknél gyorsabban tudjuk elhagyni. Tehát adunk egy kis tömeget a fekete lyuknak, cserébe pedig nagyobb energiával szágulhatunk ki az ergoszférába. Tehát valójában energiát tudunk termelni a fekete lyukakból, és hogyha ez önmagában nem lenne elég biztató, ennek van egy még izgalmasabb verziója. Építünk egy tükörrendszert a fekete lyuk köré. Ebben a tükörrendszerben fogjuk magunkat, egyébként nem is olyan nehéz szerintem tükörrendszert építeni a fekete lyuk köré, hiszen a fekete lyukak nem olyan nagyok. Kinyitjuk az egyik tükröt, közben már tényleg nincs a hangom, és belövünk egy adag fénysugarat. Aztán bezárjuk a tükröt. Ez a fénysugár, ahogy bekerül a rendszerbe, a tükrök között elkezd össze-vissza pattogni. A fénynyalábnak egy részét a fekete lyuk elnyeli, viszont cserébe a maradék fénynyaláb, ami nem nyelődik el, az egyre nagyobb energiára tesz szert, hogy pattog a tükrök között.
Ez olyan mértékben ugye megnőhet ez az energia, hogy egy idő után, hogyha valahol nem nyitjuk ezt a rendszert, akkor egyébként fel is robban, egy nagy robbanásba. Viszont mivel mi egy szuperfejlett civilizáció vagyunk, ahogy itt az ábrán látjátok, kinyitjuk a tükröt, az egyik tükröt a megfelelő időpillanatban, és kiengedjük ezt az energiát, ami benne van. Ez azt jelenti, hogy maga ez a fekete lyuk, meg a köré épített Dyson gömb, közben már tényleg ne haragudjatok, de elmegy a hangom, ez valójában egy nagyon jó energiaforrás, tehát energiatermelésre használható. És amint a történetben láthattátok egészen eddig, a fekete lyukak várhatóan sokkal tovább fognak élni, mint a csillagok. Ez azt jelenti, hogy a nagyon-nagyon távoli jövőben, tehát amikor már az összes csillagnak a fénye kialudt, és igazából semmi más energiaforrásunk nincsen, akkor a fekete lyukakat felhasználhatjuk arra, hogy ők legyenek a jövő szuperfejlett civilizációinak, így igazából a bölcsői, tehát az energiatermelői. És hogyha a szervezetem engedi, akkor nem most már nagyon mondja a torkom, hogy hagyjam abba a dumálást, szerencsére be is fejeztem, de mindenképpen szerettem volna ezt a pozitív gondolatot ide rakni az előadás végére, hogy lássátok, hogy a fekete lyukak valójában nem a végzetünk lesznek, amik elnyelnek minket, hanem igazából a nagyon távoli jövőben ők lesznek azok, amelyek tényleg a civilizációk megmentői lehetnek, és szerintem ez igazán egy biztató és pozitív gondolat. Úgyhogy tényleg befejeztem az előadást. Egyetlen egy játékot szeretnék elmondani nektek, egy játékra invitálom titeket itt, akik az offline nézők vagytok, meg az online nézőket is. Ha valakit esetleg megihletett ez a mai előadás, és szeretne kicsit elgondolkodni, akkor arra kérem, hogy gondolja végig, hogy a mai előadás alapján hogyan lehetne egy fizikailag reálisabb, végkifejletet és végeredményt adni az úgynevezett Hangya című filmnek. Remélem, sokan láttátok ezt a filmet, ez egy Marvel szuperhősös film. Nem lövöm le, hogy mi a vége, de hogyha valaki látta és elgondolkodik rajta, hogy mi lehetne, vagy hogyan végződhetne ez a történet, hogyha a mai előadás tanulságaiból indulunk ki, akkor írja meg nekem azt a forgatókönyvet, amivel előállt. Itt látjátok az e-mail címemet. És hát majd valamit kitalálunk szerintem, hogy a legjobb beküldők és eredmények beküldői, azok kapjanak valami kis apróságot, vagy valami kis ajándékot cserébe. Majd meglátom, hogy még megbeszélem, hogy esetleg atomcsilles pólót, vagy ilyesmit felajánlhatunk-e, de ezt kitaláljuk. Tehát a kérdés, hogy a Hangya című filmnek hogyan érhetne véget, hogyha a mai előadásból indulunk ki. Úgyhogy megköszönöm a türelmeteket, mert ez egy nagyon hosszú út volt, és megköszönöm a figyelmeteket. Ne menjetek messzire, mert néhány perc után kísérletezéssel fogjuk folytatni. Köszönöm szépen!